következő műsor megtekintése 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Egy-kettő, ne haragudjanak már, hogy megszólítom önöket. Mit tudnak arról, hogy itt Gyöngyös Halászéban mi van a tanácselnökkel? Aranyos, mint semmit nem tudunk. Hát itt laknak a faluban, itt nem? Itt lakunk, de mint semmit nem tudunk, semmi ezért róla. Mert mi velünk olyan borzasztó, meg jó volt, mindnyájunk el erejé. Hát egyáltalán nem tudunk semmi rosszat róla. Na de hát arról mit tudnak, hogy mi történt vele? Hát össze-vissza beszél a nép, hogy az mi igaz belőle, ugye mink ezt nem tudjuk. Gondolom, hogy az emberek azért itt a faluban beszélnek róla, meg nagyon őszintén megmondom, hogy nem érünk rá ilyennel foglalkozni, az az igazság, mert építkezünk. A bácsi se hallott semmit, hogy... Van idős ember, nem tudom. Mi történt a tanácsházán tegnap? Hát leválasztották az elnököt. És mi az oka? Hát ez engem nem nagyon érdekel. Mi lehet az oka annak, hogy visszahívták? Hát gondolom, hogy azért, mert a többség így akarja. Hát de hát valami oknak kell lenni, mert hát azért... Hát csak azért, mert szeretik, mert te nem szeretnék, és olyan sok konkrét valami olyan dolgot tudtak volna ellene fölhozni, ami nyomósok, akkor biztos, hogy nem hívták volna vissza. Gyöngyös Halászon, én bevándorlottnak számítok. Én 1975-ben ismertem meg ezt a Gyöngyös környéki falut. Én akkor a tanácsi vezetést én nagyon jónak tartottam, népszerű emberek voltak, maga tanácselnök is, és ezért is tulajdonképpen kerestem itt Gyöngyös Halászon a letelepedést. Akkor is és azóta is nagyon sokat hallottam itt az emberek igazságérzetéről, ami most gyakorlatilag, amiről most én gyakorlatilag konkrétan is meggyőződhettem. Korábban itt az embereknek semmiféle közigazgatási problémájuk nem volt. Bizonyítva az, hogy a tanácselnök itt 22 évet egyfolytában dolgozott le, és hát a mostani tehát a jelen pillanatig nagy népszerűségnek örvend. Egy elismert népszerű ember, amit ő a 22 éves munkájával harcolt ki. Hát itt mondhatnám azt, hogy Kádár János azt mondta, hogy az az igazi vezető, aki megnyeri az embereket. Hát ez az ember megnyerte, méghozzá az egyszerű, népszerű felfogásával és a munkájával megnyerte az embereket. Na most 78 után felvetődtek itt ilyen személyes viták a vezetésbe, elsősorban a tanácsnál a titkár volt titkár Bodó János és az elnökkel szembe. Egy irodába kellett dolgozniuk. Korkülönbség is köztük sok, az egyik elvtárs hazadolgozott, a másik a társadalomé dolgozott. Ezért nem fértek ők egybe, tehát a munkájuk nem volt egybehangzó, és így megpróbálták egymást kikészíteni, ami sikerült is, mármint a Bodó János elvtárs, a Lévai elvtársat. Nagyon rossz időpontot választottak ki, megmondom őszintén, mert én vagyok az anyakönyv, de tessék nézni, itt van az anyakönyv, nekem mennem kell egyeztetni, nekem nincs időm ezzel foglalkozni. Értem. Most néhány szóban esetleg, akár még itt is.
Nem tudom, hogy konkrétan miről van szó. Hogy konkrétan mi a véleménye? Mi baj jártással kapcsolatosan? Kérem, hát én nekem lépejártással kapcsolatban 2 éve itt hagytam a munkahelyemet. Én nekem azelőtt volt véleményem, azóta nincs én nem foglalkozom. És akkor mi volt a véleménye abban a figyelőt? Hogy akkor mi volt a véleményem? Hát voltak neki elég sok meggondolatlan húzásai. Hát de ez olyan, hogy azt már a felsőbb szervek letisztázták mindenkit, hogy különösebben ezt foglalkozom. Értem, jogosnak érti ön azt, hogy őt most leváltották a tanácselnöki tisztségéből? Nézze, én 15 évig dolgoztam, közel 15 évig vele, de mindenképpen jogosnak tartom. Ha én úgy dolgoztam volna, engemet is le kellett volna. Miért? Mindenki. Hogyan dolgozott? Hát az igazság, hogy elég sokat önkényeskedett. Elég sokat önkényeskedett. Miben mutatkozott meg ez például? Hát de most nem tudom ezt kitárgyalni, az igazság, hogy az regényeket lehetne mesélni. Nem mondom, hogy miért kellett leváltani léveit. Mert mi volt a hibája, mert te nem téblábolsz. Már én megmondom. Mondjuk már meg, hogy a kadaraftás ezelőtt 3 évvel a KMB nyilatkozatban mit mondtam? Minden egyes földet, amit lehet, meg kell művelni. Itt mi van Gyöngyöshalászon? 2 éve téblábolott egy körülbelül 1 hold föld, felosztatlanul hasigérő gáz. Nem csinálnak semmit, ugye? Léva értesen. 60-as években a Kistónál kiépítette a tó részt, hogy ne folyjon a víz tovább, stb. Beleküldött egy csomó pénzt. Rá 5 évvel betúratta. Ott van mai napig is. A falugyűlésen elhangzott, ki kell visszaszedni. Ez mi aztán nem vezetői hiba? Ezek pénzbe kerülnek, a falu pénze, maga pénze, az én pénzem, a többi pénze. Itt voltak a járdak, az utak, megcsinálta, stb. Mindent, összpelte a népet, a dolgozó népet, olyan volt, mint a fiai. A város titkára olyan kijelentést is tett, hogy ezek az emberek csőcselékek. Amiért kérem, akkor majdnem felbojtották a kocsát, és majdnem konfliktus keletkezett. A falunak a józanabb rétege és a lakosság akadályozta meg azt, hogy tényleg ne menjenek bele ilyenbe, és nehogy bántalmazás legyen. Tehát még a falu, még ilyenkor tárgyalagos volt, még védelem alá vette gyakorlatilag a titkárnak még csúnya kijelentése után is őt, hogy nehogy bonyodalom legyen ebből. Kérem szépen, mi nem Jakab ellen vagyunk, vagy Jakab nem személyeskedés. Nem, vagy a kónyártársi személy ellen van kifogásunk, nincs ellene kifogásunk, kérem, mert Gyöngyöshalasz népe, Gyöngyöshalasz községe, ő tehát soha meg nem ismerte volna, hogyha ezt nem csinálja. Ugyanis Kónya Lajos, a helyi pártszervezet első titkára olyan nyilatkozatot tett, hogy hát nem kell Lévai Lászlót patronálni, mert az iskolai képzettségei olyan kis szinten vannak, hogy ő ezt a funkciót nem töltheti be 21 éves munkaviszony után. Ez nagyon sajnos, hogy erre csak 21 év után jöttek rá. Ekkor csúnya vitába kerültünk, és többek között én azt mondtam első titkárunknak, hogy maga hazudik. Meg is akarták alázni. Tehát úgy akarták elküldeni ezt az embert, hogy mint megalázott ember menjen el. Ugyanis bűnösnek tartották azért, mert akkor, amikor ő nem lépett vissza az emberek kérésére, kérem, ő maradt tovább is tanácsán. Kaptam egy fenyegető levelet, hogy amennyibe patronálom a Lévai elvtársnak az ügyét, amit ők nem tudnak magyarázatot találni rá, hogy miért, de én rögtön megmagyarázom, akkor bíróság elé visznek, nálam is van a levél. Én a levélre megválaszoltam, hogy Gyöngyöshalász 1040 szavazó polgárával, akik aláírták ezt a papírt, állunk bíróság elé. De hát sajnos mai napig nem jött semmi, a falu nagyon fel van bojdóva. Ez engem valahogy emlékeztet az 50-es évekre. Tekintettel arra, hogy 50-es években a BM-nél szolgáltam, és ugyanaz van most ebben a faluban, mint abban az időben volt. Miért? Azért, mert az alulról jövő kritikát sehol nem fogadják el, csak felőrül utasítanak és irányítsák az embereket. A probléma az, hogy most az utolsó lehetőséget pedig úgy oldották meg, hogy ki, egyszerűen ki van kerülve az, hogy velünk párbeszédet kezdjenek, vagy egyezkedjenek. Egyszerűen azt szeretjük, hogy falugyűlést hívjanak össze. De győzzenek meg bennünket. Kérem, ha meggyőznek ott bennünket, hogy ez így van, biztosítjuk, hogy semmiféle kellemetlenség nem volna. Lehet velünk beszélni, tudunk mi halkan is beszélni, megértők is vagyunk, ha kell. Adjanak lehetőséget arra, hogy a falu nyilatkozzon. És mondják el, hogy valóban a mi ügyünket, egy ember van, aki a tanácselnök, akit mi választunk, az emberek választanak, aki a mi ügyünket képviseli. Hogy valami jogunk van ahhoz, hogy mi olyan embert választunk, aki nekünk megfelel. Vagy el kell fogadni azt, amit más ide ad. Hát ezt szeretnénk, hogy erre valaki választ adna.
És milyen ügybe keresnek? Nincsen semmi mondani való mezitbe. Semmi mondani való. Egyáltalán semmi mondani valóm nincs, az sem, hogy itten felvételt csináljanak ahhoz. Ezt nem is, szerintem engedély nélkül nem lehet csinálni. Van engedély. Hát akkor mutassa meg, legyen szíves. Nekem nincs ebbe az ügybe semmi féle. Mondani valóm. Kész, viszontlátás. Tisztelt megyei pártbizottsági titkár elvtárs! Legutóbbi megbeszélésünk alapján küldünk Önöknek egy vázlatos ismertetést a film folytatásának módjáról. Számítunk a gyöngyös halászi történéseket alaposan ismerő párt és tanácsi vezetők, tisztségviselők, dokumentumokkal és politikusi emberi megnyilatkozásokkal is hitelesített tájékoztatására, véleményére. Kedves Zsigmond elvtárs! Levelük hozzásegített bennünket véleményünk, álláspontunk megfogalmazásához. Ezért köszönetet mondunk. Céljaik, törekvéseik helyessége egy pillanatig sem kétséges előttünk. Meggyőződésünk, hogy a gyöngyös halászi eset egyébként sem alkalmas azoknak a céloknak az elérésére, amit maguk elé tűztek. Tisztelt Balázs Béla stúdió vezetősége! Egyetértettünk a megyei pártbizottság azon felvetésével, hogy a forgatás minden külsősége megzavarná a falut. Ezért teljes csendben, csak a megszólaltatottakat értesítve, a falutól távoli jászárok szálláson beszélgettünk az események résztvevőivel. Ha választhat, akkor az új tanácselnököt választja, vagy a régi? Hát én csak Lévaira választok, ha indulhat a választás a Lévaiattás. De először ki kellene kiharcolni, hogy indulhat. De hogy indulhat-e vagy nem? Ha nem indulhat, akkor... Hát akkor nem választassuk, hogyha nem indulhat. Ha nem mitől függ az, hogy indulhat-e a választás előtt? Hát itt már eldöntötték a tanástok, vagy... Hát attól függ, hogy kérdezik, hagyják indulni, vagy sem. Tanástak sakból akkor... Ha nem hagyják indulni, akkor nyilván... Bárból, mindenből kizártak, úgyhogy ő neki már nem sok esély van. Az új tanácselnök, kérem szépen, hát mi azt nem ízjük, hogy nem jó, legyen jó. De ne itt halászom, mert itt van tanácselnök. És nagyon jó tanácselnök van. És ki a tanács? Hát mostan, kérem szépen, ő megbízott tanácselnök Gubancsik Lévai Lászlót, még én azt mondom, most is a tanácselnök. Minden mellett, hogy leváltották, kizárták a pártból, csak azt nem tudják, megmondta, hogy miért váltották, és miért zárták ki a párt. Mert ezt valaki meg tudná mondani, hogy kérem szépen, ő bűnös ember. Ok van arra, hogy leváltsák. Ok van arra, hogy a pártból kizárják. Hát kérem, akkor azt mondanám, hogy hát miért harcoljuk. Hát hibát követett el. Lehet, hogy magasít el róla, de már azért mi nem segítettük. De kérem, semmi konkrét bizonyítékot rá nem tudnak bizonyítani. Hát ezért harcolunk, mint kérem szépen. Most a Lévaiattás személyhez valóban ennyire szükséges ragaszkodni? Hát az emberek nagy többsége nincs az a vélemény, hogy igen szükséges. Ez az ember, ez meggyőzte az embereket. Most már a baj az van, ha a Lévaiattás személyét most már külön választjuk ettől. Akkor is olyan a hangulat, hogy nagyon szigorúan felvetik az emberek, hogy kérem, itt már nem is a Lévaiattásról van szó. Hát itt ha a Lévaiattásat félretesszük, kérem, minket, embereket is becsaptak, nem adtak választ. 1961-ben kerültem névlőzösségi érdekben ide a községi tanácshoz, mint végrehajtó bizottság titkár. Végrehajtó bizottsági titkár voltam 1967-ig. 67-ben mentem el a központi pártiskolára, és mikor hazakerültem, akkor az illetékes községi vezetők, a járási hivatal vezetői javasolták, hogy miután az eddigi munkásságom alapján, mint VB titkár és az erény eredmények azt bizonyítsák, hogy jól dolgoztam, hogy egy funkcióváltás legyen, és községi tanácselnök is funkcióját töltsem be. Mert ez egyhangú volt a vélemény a községi pártszervezet vezetőségének, az a Fiafinisman községi bizottságának, és mindazoknak a szerveknek, akik tanácselnöki funkcióban való javaslattal kötelesek élni, vagy élhette. 1979. augusztusában történt, hogy a Városi Tanács végrehajtó bizottság titkára, a községi pártszervezet volt titkára, és a Bázsi Tanács személyzeti vezetője kérdött ide hozzám a tanácshoz, azzal a kérdéssel, hogy olyan következtetésre jutottak, hogy én mondjak fel a községi tanácstól 3 nap gondolkodási időt annak, és menjek el. Nos, végeredményben én itt maradtam a községi tanácsnál. Hogyan? Tehát nem mondtam föl, nem is szóltak tovább hozzám, később azonban irá 2-3 hónapra
közölték velem a Jakobeltárs, hogy lesz ennek még rosszabb vége is, majd nagyon csúnyán el fogok én menni. Ezt vegyem tudom. A Városi Tanács Vévrajtú Bizottságának titkára. Beivattak Gyöngyösi Városi Párbizottságra. Hogy egy testület volt, a megyei tanács személyzeti osztály is képviseltette magát, a Városi Tanács illetékes szervei, a Hazafias Népfront községi tisztségviselői, a Városi Hazafias Népfront Bizottság titkára. A Kónyáltás, mint első titkár nekem ragadt ezt a kérdést, nagyon röviden, hogy jelölőgyűléseken nem vettek részt. A tanácsválasztások alatt semmi nemű, a politikai meg egyéb munkákat nem végezhetik. Kapdosták lefelé a oklevelemet a falról, le akarták venni a Népköztársaság címerét, a Lenin képet, hát és aztán közöltem velük, hogy hát elnézés, még ez nem jogerős, még ennek fellebbezési határideje van, ezt meg lehet fellebbezni, és legyenek szívesek halni ott a Lenin képet is, meg a Népköztársaság címerét is, az négy szeggel van odaragva, hát majd én szépen azt elfozom onnan hozni, a személyi tulajdonomat képez. Nos, kijöttem, lekúcsolták, leragasztottak, lebélyegezték az ajtót, két pánasszéket oda tettek. Délután jönnek be az állampolgárok, hát kérdezik, hogy az elnököt elvitte a rendőrség, hát aki bűncselekményt csinál, azzal csinálnak így is. Hát én nem tudom, hogy ez a káderpolitika, meg ez a szocialista demokratizmus, akkor én nem tudom, hogy miért tanultam én ezt másképpen, és miért tettem olyan lelkiismereti kérdésnek az egész munkásságomot, akár a párt, akár pedig állami vonalon. És most hát kiszártak a pártból. Ezt tudom mondani. Azt tudom azt, hogy a községet érte egy olyan összeroppanás, mert ugye harcolt a végtelenségig egy emberként, és ugye hát ebbe csalódtunk. Meghallgatott, ugye, mindenütt mellőzve volt, cselekvés mellőzve volt, hanem ugye egy falunak nem lehetett igazán. Végig iparos vagyok, és a faluban nagyon sok munkám volt, főleg a tanácson belül, és mostanában le vagyok mindenről állítva az igazság. De úgy a fülembe hozták, hogy hát lehetőleg a Szabót azt mellőzzük, hagyd legyen egy kézben minden munka, és akkor így átadják annak az embernek, aki nekem alkalmazottam. Tehát valószínű nem az a oka neki, hogy én rosszul végzem el a munkát, vagy rosszul végeztem el, hanem ennek a témának, miután én kiálltam annak idején az igazság mellett, úgy érzem, és ez viszont nem tetszett. Én megkérdeztem egész falugyűlés előtt, hogy legyenek szívesek tisztázni azt, hogy miért törjünk palccal felette. Mondják meg, hogy mi a bűne. Akkor a Jakab elvtárs fölállt, és megmondta a kedves elvtársnő és tisztelt falugyűlés, megmondom, hogy mi a helyzet, az, hogy a követelményeknek nem felel meg. Majdnem azt mondta, hogy 22 évig megfelel, most vette a hülye lett. Ő a vasútnál volt, mint vasúti tiszt. Ide helyezték, akkor jó volt. 1980-ban már nem. Hát ezen csodálkoztam nagyon, meg ezen csodálkozik is mindenki, hogy kérem. Majd 18 éves munkahelye után, illetve 22-t végzett, amikor már másodszor is meg lett választva, és hát akkor jó volt. Nem tudják azt elképzelni, hogy tényleg változtak az idők, és nem felel már? Azt el tudjuk képzelni, kérem szépen, csak nincs olyan elképzelet, meg nincsen olyan konkrét bizonyíték, ami őtet vádolták. Sokaságáig elmentem. Elmondanám? És visszajöttek a minden beadványom azzal, hogy törvénysértés nem történt. Mintán ez jogi kérdéseket vetett föl, ez a fegyelmi eljárás, munkai kérdéseket. Elsősorban én Gyöngyösen felkerestem az ügyvédi jó ismerősömet, barátomat. Szóval ő elmondotta azt nekem, hogy ő sajnos ebben a kérdésben nem tud segíteni. Gyöngyösen él, itt akar még dolgozni, fél a párt és a városi vezetéstől. Ajánlott nekem 60-ban szintén egy jogi ember. Elmentem ő hozzá, és ott volt az anyagom nála 4 hónapig, és aztán 4 hónap múlva visszaküldi, hogy sajnálattal ő sem meri vállalni, mert ő meg a megyében néz. Révai Lászlónak egyetlen egy hibája van. Egyetlen egy hibája. Az, hogy Gyöngyösre vagyis a vizébe, Mátrafüredben nem az avarba jár inni, önökkel, így mutattam rá,
hanem ahogy mondok, beelégszik gyöngyös halászon a kis füstös kocsmába, az emberek között. Tanástag voltam, VT-tag voltam a faluba, ugye. Én közvetlen tudtam az eseményeknek a kezdő pontjától. Ugye? Tehát élő szenvedője voltam az a dolgoknak ottan, ugye? Vagy tudomásul szedője neki, mert VB-tag voltam, ugye? Kérem, a községi park, ma is jobban mondva, onnan kezdjem, hogy kérem, Lévai László elvitték partiskolára. Ez a községi partitkár Tóth Jánost fejezték oda, mint kihelyezett helyettes elnöknek. Ennek az embernek, kérem szépen, nagyon megtetszett ott a szék, és szeretett volna ott maradni. Innen kezdődött azt a baj. Mikor még Lévai haza se jött már, akkor tudta, adták neki, hogy el fogom nem menni a községből. Ugye, és a Tóth János fog szeretne ott maradni. Tóth partitkár. Na, ez nem jósült el, majd az 1980-ban már választásoknál, akkor már teljesen fölfegyverkeztek a Lévai ellen, hogy kérem, ki kell szúrni a Lévait a községből. A Kónya eftársát, a Tóth meggyőzte arról, hogy kérem szépen a Lévai, hát nem oda való, meg ehhez hasonló. Na, Kónya emellett aztán kardoskodott is. Mikor én bementem a Kónyához, nekem azt mondta, hogy neki ki kell állni az ő embere mellett. Ugye? Hát mind ugye az ő embere, a partitkár, az közvetlen beosztotja neki, ugye, és ez közvetlen alá tartozik, hát ő irányítsa, és ő neki azt partolni kell. Ő akkor így nyilatkozott neki. 80-ban úgy sikerült visszahozni a Lévai elvtársat, kérem szépen, hogy a község lakossága akkor is aláírásokat gyűjtött a Lévai elvtárs mellett. Ugye? Ez fölkerült a megyei tanácshoz, sőt a központi bizottsághoz, majd onnan visszafelé, kérem szépen, és akkor a Lévai elvtárshoz kimentek, hogy igenis, hát kérem, maradt továbbra is a jelölő listán. Az aláírásoknak a kezdete, kérem szépen, a Kónya elvtárstól indult ki főképpen. Igen. Mégpedig arról, hogy egy kis gyűlésen, még nagy gyűlésen is, kérem szépen, ő határozottan kijelentette, hogy 1980-ban, kérem szépen, a 200 aláírás volt a Lévainak a megmentője. De. Ekkor aztán lángot kapott a tűz a faluba, kérem, gyerünk az aláírásokkal, akkor mentsük meg. Ama a Szónya ezt mondta, kérem, a Városi Partbizottság titkára, hogy a 200 aláírás ilyen döntően befolyásolta, akkor most lesz 1500 aláírás. Hát, ha megúszuk megint. Ez egy formája volt annak, hogy hát valamit tegyünk. Tehát akkor az ellenség hívta fel a figyelmét a várt lakosságoknak. Meg a lakosságoknak. Az ellenség. De vajon miért nincs itt Hajzernak? Valószínűleg megváltozott a véleménye. Nem változott ennek a véleménye. Van vesztett valója. Nem mert eljönni. Valószínűleg egy üzletet akar a lányának a községben, érdekli azért, hogy most már ne beszéljen. De a tények maguké beszélnek, kép és hanganyag van róla. Én meg azt hallottam a faluban, hogy Hajzenné áruló lett. Lehet, sok minden beszélnek. Nem el tudják képzelni? Nem hiszem el, mert... Nem. De, ha mégis az lett, akkor nyomást gyakoroltak rá. Nem tudom elképzelni. Ám pedig kérem szépen a lánya most áll vizsgál előtt, mert a jövő évben vizsgálódik, és ő a helybe, kérem szépen, helybeli fodrász akar lenni. Úgy, otthon. Igen. Ezt érteni? Mert azt, amit neki ajánlottak föl állást a Városi Pártbizottságon, ő azt nem volt hajlandó elfogadni, mert nem szereti a munkát, dolgozni nem szeret, de viszont van neki egy olyan pontja, amin általában minden anya sérelmére van, a gyereke. Szóval ezzel meg lehet mindenkit fogni. Maga lett az egyik vezetője ennek a Lévai pártnak. Tiszta őszinte legyek? Mert én mindent feltettem egy lapra. Nálunk nagyon sok ilyen dolog történt a faluba, és úgy éreztük, hogy nincs az, aki megmerje mondani az igazat, mert az egyik kisiparos, a másik talán tanárnő, a harmadik vezetőbeosztásba szerepel, és bizony mindenki féltette az állását. Nekem meg nem volt mit veszítenem. Kenyeret nem kapok sem a pártól, sem a Lévaitól, sem a tanástól, se senkitől. Változott ez a helyzet azóta? Igen, változott ez a helyzet. Akik ennek az ügynek mozgatói voltak, már ezek az emberek, akiket mondtam, hogy féltették az állásukat, azért nem mertek a felsőbb szervekhez menni, ezek talán a későbbiekben rájöttek, hogy hát nem tudják olyan teljes mértékben patronálni, helyesebben támogatni a Lévai ügyet, tehát ez az ügy vesztve van, és jobb lesz, hogyha most már félreállnak, és rábízzák a saját mozgására ezt az ügyet. Jelenleg nyugalom van községünkben, az élet nem állt meg, ideglenes elnökünk van, aki fiatal, de tapasztalt. Bízunk abban, hogy a községet támogatni fogja,
úgy szintén a község néki munkáját, úgy szintén a felsőbb szervek is, hogy falunk fejlődését biztosítani tudja. Sokat segít ebben a helyi, illetve gyöngyösi járási párbizottság vezetősége. Lébai Lászlót jelenleg is szeretik, tisztelik községünkben. De mi kívülálló emberek a munkája végzésébe nem láttunk bele. Azt a felsőbb szerveknek kell meghatározni, milyen volt, és hogy végezte munkáját. Azért ez a véleménye, mert ez a véleménye, gondolom. Igen. Némiképp különbözik attól, amit én egy tegnap esti filmfelvételen láttam. Többet tud most Lévairól, mint az ölt egy évvel? Hát... Valamivel igen, többet, jobban megismertem, mióta kívülálló ember nem elnök a Lévai Lászlót, már csak annyiba is, hogy leányom Fodrász, és hozzánk jár a Lévai László, és mint nem elnököt, hanem emberi szemszögből nézem őt. Hát embernek nagyon jó ember, de azt kell megalapítanom, hogy feledékeny, már az ígéreteire nézve. Azért a maguk helyzete is változott, én ezt tudom. Már attól függ, hogy milyen értelembe tetszik például gondolni. Azt hallottam, hogy el akarják adni a házukat. Igen, mi el akarjuk adni a házunkat, de én nem azért akarom eladni a házamot, hogy talán a tanácselnökkel vagy a gyöngyösi párbizottsággal van problémám, nem. Nekem a gyöngyösi párbizottság nagyon sokat segített, és tisztelem a Kónyártársat, meg a Tirdezsőártársat, mert ők segítettek a problémáim megoldásába, félretéve a Lévai ügyet és mindent. Nem, azért akarom eladni a lakásomot, édesanyám a szomszédom, és ez családi ügy, nem jövünk ki egymással. Tehát nem, mert a lányom gyöngyös halászon fog üzletet nyitni, és nagyon emberségesen támogatta ezt a Gubancsikártás, ebbe az évbe fog végezni. Bementem kérésemmel, azt mondta, hogy párgyűlés elé terjesztik, és amennyibe azok is támogassák, mert egy jó fodrászra szükség van, minden további nélkül. Tehát nem megfutamodás, nem a Lévai ügy, vagy a pártagok, vagy ehhez hasonló, ez egy családi dolog. Nem a faluval van itt a probléma, hanem a faluba levő vezetőséggel. Ha engemet úgy kérdez meg, mint egy embert, mert én a falum helyett nem dönthetek, de Gyöngyöshalász községének a lakossága nagyon összetartó falu. Ha társadalmi munkáról van szó is, én úgy érzem, és egy vezetőnek a megítéléséről is összejön a falu, és megpróbál helyesen dönteni. Hogy tiszta őszinte legyek, nem is a Lévaival kezdődött ez az ügy. Ez már 4 éve megyen a falunkba ez a vezetőség. Itt a vezetőség szurkálta egymást, nem a nép. Itt senkinek nem kellett szervezkednie. Megkezdte a Strumpf László, utána a Cseres István, és a Tóth János akarta a falunak az egész hatalmát, beívatott engem is a tanácsházára, és olyan papírt gépelt, ami nem fette a valóságot. Akkor mentem el én először a budapesti párbizottságra, ott elmondtam a mondókámot, azt mondták, ha elmerem mondani a járási párbizottságon, alá merem írni, akkor leváltsák a Tóth János elvtársat. Én ezt megbeszéltem a faluba az emberekkel, és azt mondták az emberek, alá mertem írni, le is váltották 2 hét múlva Tóth János elvtársat. De nem azért, mert a Hajzerné döntött, hanem azért, mert a Kónya elvtársék meggyőződtek arról, ugyanis a jegyzőkönyvet ők készítették, hogy megfelel a tényeknek az, amit elmondtam. Nálunk nem volt egy koszorúzási ünnepség, mikor Brezsnyev elvtárs meghalt, elhalt, elveszett a zászló, nem találták. Meg itt sorolhatnám ezeket a lényegesebb dolgokat. És bizony mi a párommal egy napot szaladgáltunk, hogy Gyöngyöshalásznak zászlója legyen, hogy minden faluba ki volt téve, láttuk, hogy vásárolják. A halászi tanácsházán meg szólt a zene, nem volt zászló. Szóval voltak ottan problémák. Nem csak az elnököt választottam volna újra, tehát értek itt, hogy most kaptunk egy új elnököt. Ez az elnök ahhoz, hogy a falut irányítani tudja, és a fiatalságot, a szocializmus építésére, abba benne élni, a munkáját végezni, egy teljes új vezetőséget kellene mellé tenni, aki nem részlehajló lenne, hanem ő... Talán, hogy fejezem ki, egyetértenének ő neki minden döntésébe. Értek én itt arra, hogy újra választod az egész tanácstagokat, néprontagokat, mindenkit, és akkor talán helyreáll a községünkbe az élet. Mert gondolom, hát van megyei párbizottság, van járási párbizottság, ezek az elvtársak összeülnének, határoznának, és a falu lakossága. Nem mindig az legyen, hogy a vezetőség megválaszt az embereket, és már csak a falunak akkor mondják meg, mikor listán vannak. Összehívni egy gyűlést a falut, és emberek kaptak egy új elnököt, elfogadják, itt van, választák meg a helyi néprontagokat, a tanácstagokat, és akkor úgy érzem, hogy öntelt lenne a falu. Tisztelt Erdély úr, sajnálattal kell közölnöm önnel, hogy az 1984. október vagy novemberben elhangzott riportban elhangzottakat csalódottan, de meg kell cáfolnom. Úgy látszik, az illetékesek azt várták, hogy nyilatkozzam megfelelően, hiszen ezt saját magam tettem, de úgy gondolom és tapasztalom, hogy kár volt és elhamorkodott. Ugyanis találtak rá indokot, hogy eljárást indítsanak ellenem,
hogy megbosszuljanak, vagy a választásra kivonjanak a forgalomból. Közelednek a választások, kezd forrósodni a helyzet. Ne értsen félre, nem segítséget kérek magától, csupán azt, hogyha szükség lesz rá és meggyőződik arról, hogy a kapcsolatos a kettő együtt, akkor kérem, hozza nyilvánosságra az illetékes szervek előtt azt a piszkos munkát, amit velünk tesznek. Bízom benne, megérti aggodalmam. Tisztelettel várva válaszát, Hajzer Antalné, gyöngyös halász, 1985. március 12-e. Készült 3 példányban. Mit tettek még azért, hogy Lévai maradhasson? Kérem, én elmentem a járási parttitkártól kedve föl egészen a központi bizottság. Ugye, sorba megkértem rá az engedélyt, fogadtak, meghatároztak, vagy mikor, és mindenütt elmondtam, kérem, ebben kapcsolatos tudnivalót, véleményemet. Hogy nem értek egyet, sőt, kint volt ugye a Jakab elvtárs, aki azt mondta, hogy hát megkérdőjelezem a megyei tanácsnak is a határozatát. Megmondom, erősen megkérdőjelezem. Megmondom, mert nem értek vele egyet, és nem én nem értek egyet vele, mondom, hanem az egész község nem fog vele egyet érteni. Főképp nem akkor, mondom, mikor Kádár elvtárs a kongresszuson kijelentette, hogy mindig az a jó vezető, aki élvezi a tömegek bizalmát. Hát mondom, ime, itt a bizonyíték, ennyi aláírás, ilyen taggyűlések, vagy ilyen gyűlések, vagy nagy gyűlések bizonyítja, hogy Lévai mellett mennyire harcoltak, mennyire kiállnak, mondom, hát akkor miért nem jó vezetője? Azért, mert mondom, egyes embereknek keresztül húzta esetleg a számítása. Ezekhez még hozzátenném azt, hogy ha, amik a községi tanácsnál elkövettek hiányosságokat, ez a Bodó elvtársnak a kezéhez ragadnak, és ezért, mint fölsőbb szervit neki a főnökit, kérem szépen Lévai elvtársat is felelősségre vonták, tehát fegyelmet kapott érte, mert a Bodó elvtárs csinálta a rosszat, kérem szépen. És most mégis a Bodó elvtárs, kérem, úszik, megy tovább, fölfelé, ezt az embert meg kérem szépen leváltja. Fegyelmileg, ugye? Az, aki elkövette a hibákat, az meg megy, kérem, tovább. Hát hogy értsük akkor ezt? Mondja már meg akkor. Hogy álljunk ki akkor most a pártunk mellett? Mondja meg! Hogy álljunk ki a vezetőink mellett? Akkor, amikor a ragadós kezűeket kérem szépen fölpártolják, azokat, akik ez ellen tiltakozok, azokat meg ledorongolják. Hát hogy értsünk ebben egyet? Mondja meg! És hogy ne forna fel az emberbe a cukor, mikor ilyeneket hall, meg ilyeneket lát, és ennek a, azt mondhatom, hogy a naponta láttok, kérem, a tevékenységét. Bármennyire is a felső szervek meghatároznak bizonyos dolgokat, tehát le akarták váltani Lévait, akkor le akarták váltani akkor, de ezt azért meg kellett szavazni valakinek. Kérem szépen, ezt megszavaztatták a tanácstagokkal. Mert összehívták a község lakosságát egy nagy gyűlés, ahol körülbelül 4-500-an vettek részt. Ott nem tudtak eredményt elérni, mert mindenki Lévait éltette. Ugye? És amit mondott a Jakab elvtárs, meg a Tirevtárs, meg a Kóny elvtárs, mindenkinek oda kiabáltak szájba, hogy hazudik. Itt ül Lévain, és mi nem szólt egy szót, és miért nem szólt? Elmondják helyettünk az emberek, hogy mi van. Hát sajnos... És nincs olyan, amit más nem tud elmondani, csak maga? Hogy érte át ezt az egészet, illetve hogy él most? Hát el kell mondani, hogy nagyon nehezen. Azóta mindenből kihagytak. Súlyos pártfegyelmet is kaptam. Majdnem kizártak a pártból. Milyen indokkal? Hát, hogy nem értettem azzal a határozattal egyet, hogy a férjemet fegyelmi úton elbocsájtották. Nem tudom én, hogy önök mennyire tudják azt, hogy kérem szépen ebbe az országba, kérem szépen a párt, a vezetőszerv, ugye? Ezek után jönnek a többiek sorba, ugye? Tehát az, aki itten az irányító szerv, a munkásosztály, kérem szépen, az a döntő szerepet játsz ebbe az ügyekbe mindig. Tehát ilyenkor is, kérem szépen, a pártnak az első feladata az, hogy kérem szépen őrködjön itten a törvényesség adta keretek között minden fölött, ugye? Tehát ők hozzák a törvényeket, ugye? Mi pedig végrehajtsuk. Hát 1920-ban születtem, apám gépészkovács volt, ilyen uradalmi cseléd. Ugye így mentünk uradalomra, uradalomra vándoroltunk. Egész nagy családból, szóval mi heten voltunk testvérek.
ugye, majd később elmentem Minasnak, elvégeztem ugye a hatáltalános iskolát, aztán elmentem Minasnak, Molnár Minas lettem, és itt a Valmosgyümölcsi Malomban dolgoztam, itt ma aztán belekerültem mindjárt a szakszereti mozgalomban, és pártmozgalomban. A szociáldemokrata párttal kezdtem, és majd aztán ott vettek 48-ben a kommunista párthoz, már akkor az igazoltak. Állandóan a község életével foglalkoztam meg, hát tényleg olyan volt a körülöttem lévő társaság, ugye párttagok, ugye szervezeti életet élő egyének, ugye hát teljesen összeforrottunk ottan olyan irányba, hogy hát tényleg mink vittük a község életének is mondjuk rá a vezető punkt szerepét, ugye. Mi volt a véleménye akkor arról a politikáról, amelyikről ma elég sok rosszat elmondunk? A Rákosi rendszerről? Hát nekem akkor a véleményem, meg hát talán most is fenntartom azt a véleményemet, hogy egy kicsit túlzásban volt az a politika, tehát talán akkor ez kellett. Mit tudtak egyáltalán a Rajperről, meg ezekről a dolgokról, hát, maguk kommunisták? Hát mit tudtuk a Rajpert, ugye abból a folyamatban, amit velünk is tudattak annak idején, ugye egy gyűléseken meg ehhez hasonló. Közvetlen, ugye hát kapcsolatban mink ezekkel nem voltunk, mink mindig csak úgy tájékozottunk, amit nekünk elmondtak a fölsőbb szervezetője ebben kapcsolatosan. Ugye először mind elítélték a Rajkot, majd aztán rehabilitálták a Rajkot. Ugye, hát... És mit tudott maga ehhez? Tessé? Mit szólt maga ehhez? Hát, mit szóltam hozzá? Úgy ítéltem meg a dolgot, kérem szépen, hogy ilyen válságos időben mind az az idő volt, ugye, hogy még nem volt konkrét hatalom se a munkásosztály kezébe, ugye, a föltételezhető volt az, hogy kérem szépen az ellenségnek a keze volt ezekben a dolgokban, hogy ezen keresztül is próbálják megakadályozni a szocialista társadalom fölépítését, vagy a megerősítését, ugye? Tehát itt is éket próbáltak verni, kérem szépen, azok közé az emberek közé már, akik aktívan tevékenykedtek mondjuk a társadalomi fölépítésébe. 56-ban pártvezető volt tulajdonképpen, 56-ban már pártvezető voltam, igen, és mondom, akkor... Nem volt akkor ez egy könnyű pillanat egy pártvezetőnek? Hát nem, egy csöppet sem volt a könnyű. Hát szerencsére aztán nem is soká vége lett ennek az ügynek. Majd, amikor aztán ténylegesen megfordult a kocka, az megalakult a munkaosőrség, akkor már én is benne voltam a munkaosőrségben, és akkor bizony felelősségre vontuk ezeket a munkaostanács tagokat, akik olyan nagymejűek voltak, akik próbáltak bennünket, kérem szépen, ha magyarán mondva, ilyen halállistára szervezni. Arra lennék igazán kíváncsi, hogy hogy történt a Pista bácsinak a kálváriája? Hát az, hogy én elkezdtem a fölsőbb szervekhez ebben az ügyben, a lévő ügyben kérem szépen tevékenykedni, járni, keresni az igazságot, és javasolni azt, hogy kérem szépen tegyék a lévait el. Hát én nem bánom, ha eltetik is, de úgy, mint embert, mint pártagot, úgy vegyék figyelemben, ugye? És a helyi pártszervezetnek ez nem tetszett, úgyhogy mondták is, hogy kérem szépen, nem szép tüllem, hogy én a párt vezetéssel nem értek egyet. Mert ez illő volna a párt alapszervezet tagjainak egyet érteni a párt vezetéssel. Hát a végeredményben azt kizártak a párt. Hol lett neki a vége? Magát? Engem. Kizártak a párt. És az ellenem a vád, hogy kérem szépen, olyan hangulatot teremtettem a községben, hogy ez akadályozta a lévai elnöknek a leváltást. Ez volt ellenem a vád. Itt van dokumentális papír. Mit szólt, amikor megkapta a papírost? Megfeljebbeztem. Helyi pártszervezetnek a határozatát megfeljebbeztem a Városi Pártbizottság felé. Városi Pártbizottság felé az Fegyelmi Bizottság tagjai kijöttek hozzám a lakásra, elbeszélgettek, és hát úgy mentek el onnan, hogy hát majd csak tényleg azt mondták, hogy teljesen igazam van, ugye? Majd a határozat mégis úgy született meg oda bent a Városi Pártbizottságnál, hogy hát megerősítik a helyi pártszervezetnek a határozata, és mind a kizárást vegyem tudomásul, és adjam le a pártkönyvemet. Hát én itt is nem jártam el mondjuk rá a pártszervezetet, mert nem adtam le a pártkönyvemet. Miért nem adtam? Hát azért én fizettem azt, tartom azt, az engem illet.
hogy ez nekem sokban van nagyon. És ezt megtartom magamnak, emléke meg én. Bízok is még hozzá, ezek után is, hogy kérem, lesz még nekem arra szükségem. És még vissza fogok kerülni a falat. Felolvasna azt a levelet, amit írt? Magyar Szociális Munkáspárt Központi Bizottsága, Budapest. Tisztelettel Lajtos elvtársnak. Megküldöm a Gyöngyös Város Párt Végrehajtó Bizottsága fegyelmi határozatát, tájékoztatás véget. Úgy döntöttem, hogy nem fellebbezem meg, mivel hogy a társadalomban, társadalom vámszedőinek van nagyobb becsülete, mint nekem, aki 38 éve állt tagja voltam a pártban. De ezért, ha a sors úgy hozza, a párt becsületét újból fegyvert fogok, mint tettem 1956-ban. Kérem, szíveskedjen a Városi Pártbizottságtól megkérni a 1/54-38 számú fegyelmi javaslatot, amit én és Hajdú György és Fegyelmi Bizottság elnöke írt alá. A tanulmányozás vége. Kérem, tekintse el, hogy levelemmel zavarom, de bizalommal. Gyöngyös Halász, 1983. november 17. Aláírás Ung István. Komolyan gondolta azt, hogy ezek után, hogy kizárták a pártból, hajlandó lenne akár fegyvert is fog a pártért? Minden további néki. Szóljunk Ung Istvánról is. Sok mindent tett az utóbbi időkben Lévai érdekében. A pártcsoport vezetői megbízatásáról 1983. júniusában lemondott. Kijelentette, hogy nem tekinti tovább magát párttagnak, majd hozzátette. Szabadon akarok élni, mozogni, szólni. Nem akármilyen vélemény ez, annyi biztos. Egy 45-ös pártaktól ezt lehet várni, ugyan miért? Hát ennyire következetesek, egyenesek azok, akik Lévai szószólói? G. Molnár Ferenc. Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottsága, kedves Ung elvtárs. Gyöngyös Halászon forgatott, ez zárkózott ügy című film bemutatója érdekében küldött beadványunkra hivatkozva az alábbiakról tájékoztatom. A film forgalmazásának engedélyezésére a Művelődési Minisztérium filmfőigazgatósága illetékes. Ismereteink szerint az engedély kiadásának az az akadálya, hogy a filmben elhangzottak nem minden tekintetben felelnek meg a történteknek. Ezt az alkotók is belátják, és további forgatást terveznek. Elvtársi üdvözlettel Óvári Miklós. Tisztelt filmfőigazgatóság! Közvetve is kapcsolatba léptünk a városi és megyei vezetőkkel, akik nem tartották aktuálisnak már az eseményekkel és a filmmel való foglalkozást. Megnézni sem értek rá, nyilatkozni pedig a továbbiakban sem óhajtottak. Annak ellenére, hogy itt lehet egy néhány embernek igaza is. Igen. Mert azért az az igazság, hogy a hatalommal szembe, ugye általában az elmúlt évtizedekben nem nagyon lehetett szólni, mert aki mert szólni, ugye azt megjutalmaztak negatív irányba. Most ugye az a körülmény alakult ki, hogy most lehet bírálni mindenkit, sőt, még úgy olyanokat is lehet mondani, ami nem igaz. Igen. Az az igazság, hogy ezt a tanácselnöket, a Gubancsikat, egy fiatalember, egy jóindulatú fiatalember. Nem azt mondom, hogy ő hibátlan vezető lehet, mert ez mindannyiunkban van hiba. De azok, amik ezek itt összegyűjtöttek, illetve hát megírtak a mi nevünkbe, igen, az mind szemen szedett hazugság. Én ezt elmondtam. Az az igazság benne, hogy ő nem gyöngyösi. Hát nem gyöngyösi, illetve nem gyöngyösi halász, nem gyöngyösi. De kérem szépen, az égvilágon minden... Egyébként ezek egy általános dolgok, hogy nem elég jó a kapcsolat, meg a tömegekkel, meg... Hát ezek ilyen szlogenok ezek. Ezek lehet úgy mindenki lényeget elmondani. Ma minden szabad. Mondtam a Hajzernak itt vasárnapé, öregem, ti ezt csináltok most itt halászon. Rendben van, én benne vagyok, gyere el, elmegyünk Budapestre, a Grószka elfutásnak a körzetébe, ott is halajrasokat gyűjtünk, hogy nem jó Grószka. Nem vagyok nékem nem jó, nékem jó. De hát ha ma ők ezt csinálják itt halászon, hát akkor ugyanúgy meg lehet csinálni ott is. És nem jó ez a minden szabad állapot? Zavarja ez egy falunak az nem zavarná, csak ilyen személyek bújtatnak, ilyen személyek véget. Különben nem zavarná. Én nekem a véleményem ez. Hogy jó ez,
csak nem, ilyen személyekkel szemben nem jó, mint ők. Csak úgy változhat meg most már a körülmény, ezt láthatjuk, ha részt veszünk a közügyek intézés, ez pedig csak úgy történhet, hogy megkezdjük a tanácstagoknál. Ha a tanácstagunk nem dolgozik, felszólítjuk. Ha feladatokat adunk neki, visszakérdezzük. Most ezek a kezdeményezések voltak, és közben februárban ugye megkezdődtek a tanácstagi kötelező beszámolók. Hát ez nekünk, megmondom, ugye nyilván tudtuk is, de hogy ez kezdődik, de mi erre készültünk is. Hát meglepetést is okoztunk, mert ugye korábban éveken keresztül a mostani vezetők úgy emlegették, hogy a 84, 85, 86-os év, 87 év eleje szinte ez aranykoruk volt, mert senki nem zavarta őket. Hát ugye egy nyugodt lakosság volt, mert nem mentünk be hozzájuk, nem zaklattuk őket, nem tettünk fel kérdéseket, így nem okoztunk semmilyen nehézséget. Szóval élték a szép hivatali korukat. Igen, ám, de megjelentünk vagy 50-60-an ezeken a körzetben, és rákérdeztünk a kapcsolatokra, az, hogy milyen feladatot végeztek, és egyszerűen azt mondták, hogy ők erre nem készültek. Na azóta többször próbálunk egy falufórumot tervezni, amit aztán nyíltan megakadályoztak. Azt mondták, hogy nem adnak helységet, azt mondták, hogy ebben nem vehet részt egy vezető se, azt mondták, hogy mi ezt Gyöngyös halászon nem tarthatjuk meg, és így a tévében meghirdetett fórum, ahol részt vett a Posgai jártás, azt hiszem a német jártás vett részt, és ezen a fórumon mi is tettünk fel egy kérdést. Ugye a Posgai jártásnak konkrétan azt kérdeztük, hogy van-e nekünk Gyöngyös halászjáknak jogunk ilyen kezdeményezéshez, hogy fórumot tartsunk. Egy pozitív választ kaptunk. Tájékoztatni szeretnénk a választókat arról, a választók többségét, arról, hogy a visszahívás megtörtént és miért történt meg. Ha nem adják ide a kultúrházat, akkor a kultúrház előtt megtartjuk. Mi úgy érezzük, erre szükség van. A legegyszerűbb polgár is látja, hogy csak Gyöngyös halász az, ahol az árkok betemetődnek, az utak tönkre mennek, és semmiféle közérdekű munkák nem folynak. Mi a közvetlen oka ennek? Hát a közvetlen oka az, hogy ők jónak tartották ezt a merevséget, ezt az elzárkózást az emberektől. Az emberek pedig, ha ugye ezt az álláspontot ugyan nem fogadtuk el, de távol maradtunk. Tehát egyszerűen nem végzünk munkát, nem kezdeményezünk, nem adunk most már pénzt ilyenekre. És éppen ezért így mindenki megmaradtunk. Mi intézzük a magunk dolgait, itt a faluba, a falu vezetése pedig intézi magába az ügyeit, de a falu nélkül. Meglévő nyugodt körülményeket a most februári újságcikkek eseményei zavarták meg, amikor is egy kisebb csoport megélénkülve politikai tevékenységbe kezdett, igyekezték lejáratni a község egyes vezetőit, és ennek megfelelően ténykedtek. Azt tudom mondani, amit a Bányai elvtárs, hogy a lakosság nagy részének nem az a véleménye, mint annak a néhány embernek. Nem. De sajnos mindenkihez nem mehetünk el, és azt hiszem, hogy a hiba bennünk is ott volt, hogy úgy kellett volna kimenni és beszélni ezekkel az emberekkel, ahogy ez a kisebbség ment. És ők nem voltak resnek arra, hogy elmenjenek sok helyre, és sajnos valótlanságokat mondani, és az egyszerű embereket nem nehéz megtéveszteni. Annak idején a megyei névfrontnál voltunk, és kértük azt, hogy ne vetítsék olyan filmet. A film levetítésére nem úgy, ahogy eredetileg tervezve volt, de végül mégis sor került. Aztán kezdődött ez a januárban vagy februárban voltak ezek a tanácstagi választás, tanácstagi beszámolók, akkor indult el, lényegében folytatódott a cikkekkel. Na most ezen a tanácstagi beszámolón többek között én is jelen voltam, amin Hegedős Gyula ott volt, és utána mi tovább beszélgettünk, folytattuk, és én akkor mondtam Hegedűs Gyulának, nem nagyon tetszett neki ez a mondat, hogyha ilyen sok fölös energiája van, akkor Népfrontban ilyen embereknek helye van, jöjjön, dolgozzon együtt velük. Én megmondom őszintén, én úgy látom, hogy a 83-as választás után a község megnyugodott, elégedett volt mindenki, és becsületesen, szorgalmasan dolgozott és fejlődött a község. Amikor az önök filmje kikerült a dobozból, szerintem az folytatta föl a kedélyeket, mégpedig ennek a néhány embernek bizonyította,
hogy most ők ismét szólhatnak, felmszíre lehet hozni az ügyet. Néhány újságíró is tollat ragadott ez ügyben, és ez aztán teljesen elszabadította a poklot, hogy úgy mondjam. Én nagyon meglepődtem azon, hogy az én visszahívásomat is kérik, és bár nem méltó hozzám, úgy érzem, de most mégis megtettem, hogy ha ennek a csoportnak van olyan lehetősége, hogy aláírás gyűjtsön én ellenem, akkor én is megtehetem, hogy egy-két egyéntől megkérdezem, hogy hát tulajdonképp mit is írt alá. És ekkor döbbentem meg, mert volt, aki nem tudta, hogy rólam van szó. Azok közül, az emberek közül, akik most itt nagyon aktívak, én még soha Ungjártás kivételével, sem hazafias népfront estén, sem községi ünnepélyen, sem egyéb más megmozduláson, még soha falugyűlésen nem igen láttam egyet sem. És ezért tűnik furcsának, hogy Hegedűs Gyula hogyan meri azt állítani, hogy én mit tettem, mit nem tettem, és tesz ő javaslatot arra, hogy engem visszahívjanak. A 83-as eseményeknek szenvedő alanya voltam. Azt követően ide került ugye Govancsi elvtárs először, mint megbízott tanácselnök, már 85-ben, mint választott tanácselnök. Ide kerülése kor és azt követő időszakban is nekünk elsősorban az volt a célkitűzésünk, hogy az éves terveket, a községben kitűzött feladatokat végrehajtsuk. És azt hiszem, hogy tervezett feladatokat lehetőségekhez mérten tudtuk is teljesíteni. Ennek a csoportnak, mint ahogy korábban szó volt róla, vannak jó elképzelései. Csak ez most per pillanat álca. Emögött most ugye más van. Jó lenne, hogyha valóban ez a lévei ügy és ez az egész dolog lezárulna, és akkor elkezdenék ők is a célkitűzéseiket megvalósítani. És konkrétan valóban úgy szervezni a községben, a társadalmi munkát, ugye, ahogy annak idejének is hangoztatták. Lehetetlenség egy olyan láthatatlan tömeggel szemben egyáltalán kapcsolatot fölvenni, aki nem tudjuk, hogy kikből állnak. Tudunk egy pár embert, de végül is nem tudjuk, hogy kik tartoznak ide. De ezért lenne jó nyíltan és úgy fölvenni a kapcsolatot. Egy biztos, hogy ezek nem tevékenykednek se a tanácsban, se a pártszervezetben, tehát akkor hol? Nincsenek a hazafias népfront rendezvényein, akkor hol tevékenykednek? Guvancsik elvtársat kérdezem, miért vállalta el ezt a megbízatást? Mindig tanácsi vonalon dolgoztam. Állami igazgatási főiskolai végzettséggel rendelkezem. 6 évig végrehajtó bizottság titkáraként dolgoztam Kistáne községben. Majd ezt követően kerültem be Gyöngyösi járási hivatalhoz ipari fő előadónak. Tekintettel arra, hogy Gyöngyösön lakást építettünk és saját családi lakással rendelkezünk. 1983 tavaszán a felsőbb szervek kérésére vagy véleményére, felkeresésére vállalkoztam arra, hogy itt Gyöngyöshalászon elvállaljam a megbízott tanácselnöki feladatot. A község állami társadalmi párt vezetői egyetértettek a megyei szervek vezetőivel abban, hogy engem jelöljenek tanácselnöknek. 83-tól 85-ig megbízott tanácselnökként tevékenykedtem, és a 85-ös választások során tanácstagnak megválasztottak, majd a tanácstagok pedig tanácselnöknek. Az előzményekről annyit szeretnék elmondani, hogy nagyjából ismertem a községet, tekintettel arra, hogy volt hosszú évek során kialakult kapcsolatom a lakossággal, elsősorban a labdarúgáson keresztül is. És fejlődő képesnek ítéltem meg a községet, mivel a lakosságunk döntő többsége becsületes, jóindulatú ember, és ezért vállaltam el a feladatot, hogy én Gyöngyöshalászon végezem a tanácselnöki teendőket. Mennyire ismerte az előzményeket? Ahogy előbb említettem, nagyjából ismertem, részletesen nem foglalkoztam vele, mert egyik az, hogy nem is érdekel a lévai ügy, nem is foglalkoztam vele a mai napig sem. Azóta ismertem meg jobban a korábbi időszak eseményeit, miután a filmvetítésre sor került, és megjelentek a községben a különböző újságírók. És így ismertem meg jobban a lévai ügyet. A községi tanácsnál található több irat az elmúlt
időben lévő tanácselnökkel kapcsolatosan, én azokat sem olvastam át, mert nem tartottam értelmét annak, hogy én a régi ügyekkel foglalkozom, nekem az volt a célom, és engemet azért, hát mondhatom, időzőjelben hoztak ide, vagy kértek föl, hogy a község fejlődését irányítsam közösen a párt állami társadalmi szervek vezetőivel, és a lakossági igényeket minél jobban elégítsük ki a pénzügyi lehetőségek függvényében. Voltak-e nehézségei? A nehézségek voltak, de közös összefogással azokat is igyekeztünk és igyekszünk megoldani, melyet bizonyít az is, hogy lakosságunk többsége egyetért a községi tanács elképzelésével, és ezt támogatja is. Váratlanul érted, hogy vissza akarják hívni? Igen, mert a végzett munkánk alapján úgy érzem, hogy a lakosság, és nem csak érzem, ezt tudom is, és a lakosok elmondják, a lakosság többsége becsüli azt a végzett munkát, amelyet mi közös összefogással eddig a község érdekében tettünk. Van személyes indulat ön ellen? Igen. Igen, van azoknak az embereknek a részéről, akik nem ismerik el a végzett munkánkat, elsősorban Hegedűsre gondolok, és a társaira, Lévai Lászlóékra. Ezek a végzett munkánkat nem ismerik el, és nem értékelik. Mi annak érdekében, hogy a község jogos igényeit kielégítsük, nagyon sokat tettünk, mint vezetők is, akik itt. A műveldési központ nagy termében készül felvétel. Erről a falu közösségről még akik itt vannak, mindenki azért tulajdonképpen nem hallott, ezért akarnék néhány szót szólni. Ez tulajdonképpen 80-as évek óta Gyöngyös halászon kialakult helyzet, a körülmények hozták létre. Abból a meggondolásból ugye, hogy nálunk korábban vezetőcserék voltak, mert nem voltak velünk megelégedve a feljebb valók, az előjárók, mi pedig nem voltunk és nem vagyunk megelégedve azokkal, akik azóta vannak. Ez magába véve nem volna egy igazi nagy probléma, nagy gond, ha a kapcsolat jó volna a vezetők és a állampolgárok között. Csak azt nem tudom megérteni, hogy Hegedűs ennyire tud kritizálni, akkor azt is elvárnám, hogy mondaná el ott most a kamerában, hogy ő mit tett Gyöngyös-Halász község fejlődése érdekében. Mert mióta itt vagyok Gyöngyös-Halászon tanácselnök, még egyszer sem fogta meg a lapátot, egy darab képát, semmit, hogy ezzel is a községet fejlesztem. Semmit nem tett a község érdekében. Szava mindenkinek lehet. Nekünk meg kellene bízni a vezetőkbe. Hát ez most pillanatilag nem mondható el. Most úgy érezzük, hogy a felsőbb vezetés, Magyarországon a politikai hangulat, a politikai felfogás olyan, hogy igenis helyet adnak a közérzeknek, az emberek közérzekű kérdéseinek, és azt a vezetőt, aki nem foglalkozik közvetlen ezekkel a kérdésekkel, nem hallgatja meg az állampolgárt, nem akarja neki megoldani, és nem közeledik hozzá. Szerintem ez egy elég demagóg bevezető, amit a Hegedűs mond, mert nincs valóságos alapja ezeknek a dolgoknak, amelyet mi szeretnénk majd egy nyílt vitában ezt helyére tenni. És én azért szerettem volna, hogy ez ne jöjjön létre ez a fölvétel, mert megint az egyoldalúságot tükrözni a faluban, mert ott rögtön nem kapnak választ, megfelelő választ a felvetett kérdésekre. Gyöngyös halász választó polgárainak panasza. 1983-ban a korábbi tanácselnököt leváltották. 84-es új tanácselnök megválasztása óta a falu népe elégedetlen Kubáncsik László tanácselnök tevékenységével. Ennek ellenére az 1985-ös választáson megyei és gyöngyös városi nyomásra a tanácsülésen őt megválasztották tanácselnökké. Erre azért is kerülhetett sor, mert Lévai Lászlónak a tanácselnöki posztról történő elmozdítását követően a falu lakossága lényegében bojkottálta a helyi tanácsi államigazgatási tevékenységet, nem vett részt a közügyekben.
Ennek az áldatlan állapotnak a megszüntetése érdekében abból a célból, hogy a lakosság a közeleti munkába visszatérjen, a falu felelősen gondolkodó polgárai azt a megoldást látják, hogy a tanácselnöki poszt betöltését olyan személlyel oldják meg, aki a lakosság bizalmát bírja. Az már mindenki részére nyilvánvaló, hogy itt régóta nem Lévai Lászlóról, a volt tanácselnökről van szó, és nem egy-két szeméről, hanem egy falu közösség jogos érdekeinek megsértéséről. Az érvényben lévő törvények és országos vezetéssel ellentétben Heves megye és a helyi vezetőknek az a véleménye, hogy vissza kell szorítani minden helyi kezdeményezést, ami nem felel meg a korábbi és jelenlegi céljaiknak. Így módon érthető, hogy a falu választóinak nagy része fél és passzivitásba vonul. Így Gyöngyöshalászon már 80-as évek elejétől megtiltottak mindenféle összejövetelt, ezt a helyi vezetők a mai napig is érvényt betartják. A fentiek értelmében nekünk választóknak együttesen kilakított álláspontunk, hogy kezdeményezzük a tanácselnök visszahívását. A fentieket indokolja az, hogy 83 óta Gyöngyöshalász vezetése megoldatlan marad és holtponton áll. Ebből szerintünk a kiút csak az lehet, ha a vezetés élére új tanácselnök kerül, akit a lakosság többsége támogat. Fentieket Gyöngyöshalász több száz választópolgára aláírásával támogatja. Folytatnám azzal, hogy a beszámoló amikor készült, akkor egyértelműen kimondta a helyi vezetés, hogy itt semmilyen fórumot nem tarthatunk. A helyi vezetés zárkozott, befele fordult, elszakadt a választóktól. Ilyen módon nincs mögöttük a falu, egyedül maradtak. Mivel nem látunk bele munkájukba vezetőinknek, mert nem láthatunk, így nem is ismerjük azt. Éppen ezért nincs bizalmunk a jelenlegi vezetéshez. A fentiek miatt kezdeményezték a választók, tehát mindegyik a saját kerületében, a visszahívást. Egyébként a visszahívási kezdeményezés megalapozott és törvényes. Ezek után kérem, hallgassák meg a visszahívások tényét és indokait. És azt, hogy tulajdonképpen helyet kaptak a művelődési házba, az csak egyedül azért, mert nem vállaltuk volna annak következményét, ha esetleg nincs kinyitva a művelődési ház. Tisztelt végrehajtó bizottsága! Alul is írottak az Aradi, Lenin út és a Kossuth úton lakó választópolgárok, tanácstagunk Gubancsik László visszahívását kezdeményezzük, mert hivatali működése során tevékenységével bizalmunkra méltatlanná vált. Körösszükben lévő út és vízelvezetéssel kapcsolatos problémákat meg sem hallgatta. Tanácstagi beszámolóit nem tartja meg rendszeresen, így nem ismeri a körzet problémáit. Miért, ha nem a vezetők lejáratása? Ez a fórum nem hivatott arra, hogy a visszahívást velük ismertessék és azt megtárgyalják. A visszahívás a választási elnökségre és a körzet állampolgáraira tartozik, és nem egy ilyen ő általuk összehívott fórumra. Tisztelt végrehajtóbizottság, aliratok Sallai út választópolgárok tanácstagunk Sipos Lászlóné visszahívását kezdeményezik, mert működése során tevékenységvel bizalmunkra méltatlanná vált velünk. A visszahívás nem a tanács körzet kezdeményezésére indult, hanem az ő agitációs munkájukra. A tanács körzetnek soha eszébe se jutott volna ezeket a tanácsokat visszahívni. Hegedűségnek a műve, az ő agitációs, erőszakos tevékenységük eredménye, és fortíosan, ahogy itt elmondták már az előző beszélgetésnél, meg szeretne elérkezni az aláírásokat, hogy 10% meglegyen a visszahívásra. Na, ezzel én több estét nem szánok rá. Nekem minden munkára van időm és energiám, de erre nincs. Én a családomtól nem veszem. De akiket mégis becsaptak, azoknak valakinek el kellene mondani az igazat. Mert ha csak egyet tudnak, és a fülükben van a bogár, azok az egyszerű emberek mit gondolnak, annak van igaza, mert a másik fél hallgat. Hát azért. Mert tulajdonképpen ez a választi előtti gyűlésekkel is ki fog derülni. Mert ki kell, hogy derüljön az igazság. Így, ahogy mondod. Ők beszélnek ellenségeskedésről és személyeskedésről, valahogy első perctől fogva személyeskednek. Egyebet nem csinálnak. Hol van itt, hol hangzott itt el olyan téma, hogy fogjunk össze a község érdekébe, és tegyünk valami jót is. A közösség érdekébe, ezen, ez a... Pedig lehet...
Itt most akkor lenne a nagy gond, ha hasonló módon lépne fel a másik fél, nem mondom, hogy ellenfél, mondjuk, ha mi is odáig jutnánk, hogy kimennénk a házakon, és minősíthetetlenül rágalmazzák ezeket az embereket, nem fél összeadjunk. Igen. Nem. Még ha tízszer vagy százszor ennyi minden szólnak, rágalmat bárkire, nem. És úgy látszik, hogy akinek ráfél, ott valahol siker lesz, mert azért megmondják, hogy mindenhol kopogtatnak, és mindenhol beengedik őket. Kíváncsi vagyok, hogy a tényleg alatt és nézton testén, majd ez a közösség ott lesz-e, Kati? Úrnak a tájékoztatóját. Csak egy gondolatot fűznék hozzá, hogy a falu közösségnek folyamatban van egyesületté való megalakulása. Addig is még nem kapunk erre hivatalosan engedélyt, addig így falu közösség néven szerepelünk, és minden hónap első hétfőjén tájékoztatást adunk. Egy pár szóval egészíteném ki ezt a visszahívási dolgot és Lévainak a leváltását. Hát itt minden elhangzik, csak egyelőre egyet azt nem hallom, sehol se, hogy Lévai vissza lett hívva, és ő vele mi a tervünk, és mi a községnek a hozzáállása. Hát én úgy gondolom, kérem szépen, hogy ezért, hogy Lévait vissza, illetve leváltották, ezért nagyon sok harcot vittünk végbe. Majdnem bilincsre vertek bennünket. Már úgy gondoltuk, hogy az egyik kezünkön bilincs is van, még a másik ruhi hiányzik. De arra már nem tették rá. Kiderül, hogy itt még mindig a lévai. Ez van az egész mögött. Hát én nem voltam ott, mert engem sem ezért. 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 Nincs semmi előbbre vívő az egész programban. Kérem szépen, mikor bemutattam. Gubancsik László, itt a megbízott tanácsárnak. Én annyit mondtam, hogyha Gyöngyös halászó tanácsárnak akar lenni, nagyon kapaszkodjon meg. Végszem a mazót, hogy áldásom rá. Hát kérem szépen, nem tudott megkapaszkodni. Annyi értelmet egy tanácsárnak, de föl lehet tételezni, hogy lakossági kapcsolat nélkül nem tud érvényesülni. És ezt a gyakorlatban csinálta is, és ezt akarja Kovács megcáfolni, nem tud, nem igaz. Kérem szépen, ha három év alatt nem tudod semmit csinálni, és nem tudod semmit csinálni, akkor ezek szerint azt mutassa a példa, hogy nem is akar. Ez nem igaz. Mert hogyha akart volna, kérem a népet, ne tudta volna győzni. Most ugye azon fáradozunk, vagy fáradoznak, hogy Gubancsik László. Fölháborítva, hogy János bácsi neked tud mondani, hogy én nem is eszültem. De kérem szépen, én görcsösen még most is ragaszkodom, kérem, ha vissza lesz hívva, bár akarkit is jelöljönek, mert a községnek meg vagyok győződve, hogy 99%-a Lévait várja és óhajtsa vissza. Voltak itt olyan elhangzások, hétfő lesz egy hete, hogy hát csak kárt csinálnánk vele. Ne, kérem, annak az embernek a lelkiismeretét megnyugtatnánk. Molnár Nagy Sétán Javit vagyok, a 25-ös választókerületnek a tanácstagja, és engedjék meg, hogy néhány kérdést intézek Önökhöz. Azt hiszem, hogy ehhez jogom van, mint választópolgárnak, illetve állampolgárnak, legutolsó sorban pedig tanácstagnak. Szeretném kikérni a tanácstagok és a saját magam nevében az, hogy a tanácstagoknak nincs saját programja. Ezen kívül azt mondta Ön, hogy a falugyűlésen kitértek a válaszok elől. Ez nem igaz, mert az egész falugyűlés körülbelül 3 óra hosszája csak az Önök kérdéseire válaszoltak a vezetők. Csak az Önök kérdéseire. Azt is elmondta Ön itt a beszámolójában, vagy éppen értékelésében, mindegy, hogy minek nevezem, hogy a községi tanács vezetői nem támogatják a tanácstagok munkáját. Ez sem igaz. Ezt én saját magamról tapasztalom, úgy, mint a választókerület tanácstagja. Azt is említette, hogy a választók nem tudják azt, hogy megtörtént a visszahívás. Hát Önök tájékoztatták őket, nem? Önök elmondták. Nincs kapcsolat a vezetés a népképviseletnek a választókkal, a tanácsvezetésnek a választókkal, a tanácsvezetésnek a tanácstestülettel, a tanácsvezetésnek az aparáttal. Mert a tanács, vagy a falugyűlésen nem adtak választ. A falu politikai vezetője, egyes számú vezetője, a Bányai eltárs, a pártitkár. Kérdést tette föl, és olyan ott volt a falugyűlésen, ő azt mondta, ugyan nem köteles válaszolni az én kérdésemre, mert én nem vagyok pártam. Akkor most a mai politikai vezetés
a felfogása akkor nem érvényes most, vagy pedig a bányajártásnak kell megváltoztatni a véleményét. Mert igenis kötelessége választ adni. Mert egy jó pártitkárnak olyannak kell lenni, mint egy faluba az atyának, aki a nyájait kezeli és kapcsolatot tart vele. A postaértás megadta a választ a magyar nemzetbe, hogy olyan törvényeket fognak alkotni, és olyan törvények vannak kialakulóban, ahol az állampolgárnak nem kell feltenni többé a kérdés arra, hogy nyilatkozhat vagy fórumot tarthat. Minden magyar állampolgárnak joga van politikai fórumot kezdeményezni és megtartani. Ezt a vezetőknek támogatni kell. Mit vádoltok, amit itt felolvastatok, én tárcának tartok itt, mint itt ebben a községben 31 éves elmúlt tanácstag, értitek? És 45-től ifjúsági mozgó minden, az mai napig benne voltam mindenben. Nagyon jól tudom, mit a mindenkit. Ha megmondanom a valóságot, megsértőre itt a 50% is hada menne. Még engem holnap leütnétek. Aláhúzom, fiúk, nem, de így van őszintén. Kárítóan dolgot csinálni. Nem ennek a tárcának a feladata az, hogy a vezetőket itt ledöntjük, meg választjuk. Uraim, nem. Van ennek illetékesre, megfelelően a tanácstagokat nevelni őket, tenni, meg dolgozni. Valamikor is, mikor én voltam pártitkár, meg tanácselnök, meg egyebek, meg helyettes, meg egyebek, akkor is problémák voltak. A helyi kázók se kellettek, nem idegenek, a helyiek se kellettek, nem álltatok ki mellette. Aláhúzom a nép se, pedig jól végezte a munkát, de akkor se állt ki mellette. Hűség, fiúk, a bárkó, ez a rendszerről, aláhúzom, főzök el a fűzik. Az apám kisgazda volt, értitek, kisgazda párti, én egy kommunista vagyok, aláhúzom nekik szívem mellé, értitek. És mikor itt a gyilkoljuk adóra, itt a gombát, hogy a kommunistákhoz, meg minden, és már nincs törvény arra, hogy valaki engem megsért, szívig sért, mint kommunistát, hogy szidja az édes műtős anyját, tudjátok milyen kellemez a érzése, fiúk. A Rákosi rendben azért, ha ilyet csinált valaki, azért besületkérzést vettük. Erről volt itt szó. Ha milyen dolgok ezek, amik itt mennek ezt? Ezt kell látni, fel kell mérni, nem csak úgy fokhíjasan, reálisan a kémákat, uraim. Ezt mondom. Annyit, mint a másik is elmúlt 5-10 év, akivel együtt dolgoztam én. Aláhúzom nektek így. Aláhúzom én nektek. Itt nem arról van szó most. Az már úgyis nyugdíjba fog menni. Jó, magam is nyugdíjba mentem. Nem dolgozok, de azért. Reálisan vigyük ezt a községbe a politikát, nem pedig úgy, hogy kiki párt alakulni. Őszintén, tárgyalakosan kérem. Ez a politika mámba. Kérem szépen. Nekem az a véleményem, hogy a következő időszakban én nagyon örülök ilyen vitapartneroknak, mint a Béla is, mert hiszen régóta ismerjük egymást, és soha nem volt olyan, aki hagyja magát. Személyesen is hajlandó vagyok részkérdéseket tisztázni, akár bármelyikünk a csoportból rendelkezésed rá, de nagyon szeretnénk, ha eljönne a következő csoport értekezetünkre. Ugyanis nem kell, hogy úgy gyere oda, hogy egyet értsél, mert nekünk azt tetszik, ha nem értesz egyet. Akkor van kivel vitatkozni, ugyanis egészséges, demokratikus vélemény úgy alakulhat ki, ha az embereknek különbözik a véleményünk. Felháborító még legtürelmesebb embernek is, ami itt községünkben Gyöngyös halászon történik, Hajzer Antalné, Hegedűs Gyula, Ungi István és társai csinálnak. Ez nem más, mint támadása a rendszerünknek és a helyi vezetőknek. De nem kímélik aljas megjegyzéseikkel a felsőbb embereket, megyei tanácspárt és egyéb vezetőket. Míg a jó gondolkodású embereket is megtévesztik. Aláírásokat gyűjtögetnek, fejrész nélküli üresen kivonalazott papírokat iratnak alá. Eltársak, nem lehet ezeket az aljas, ellenséges személyeket leállítani, be kellene őket csukatni. Hegedűs Gyula és Hajzerné, Lévai és Ungiék azt híresztelik, hogy megint jön a tévé a községben. Erre van pénz, eltársak. Van 800 000 vagy 1 millió forint. Bízunk abba,
hogy pártunk és kormányzatunk jelenlegi vezetői erre felfigyelnek, és nem engedik ilyen célra fordítani az állampénzét. Szeretnénk már végre Gyöngyös halászon is nyugodtan élni, dolgozni a jelenlegi vezetőinkkel együtt. Gyöngyös halász 1988. július 8-án. Tisztelettel a lakosság 99%-a nevében, 54 aláírásunk van a fentiek bizonyítása mellett. Erdélybe, Székelyhidegkúton, egy Segesvár melletti kis faluba. 4 éves koromban jöttünk el onnan, 44-ben, mint telepesek Magyarországra, 4 testvéremmel és a szüleimmel. 16 évig voltam összesen katona, ebből másfél évet voltam sorkatona, továbbszolgáló voltam 6 évet, és a többit, mint tiszt töltöttem el. 1972-ben betettem a hadtáptiszti vizsgát. Amikor én Gyöngyösre jöttem és letelepettem, illetve kaptam szolgálati lakást, én nem elégedtem meg ezzel, hanem én érdeklődtem itt a környező falvakba, hogy hol lehetne olcsón egy tiszti fizetésből valahogy OTP-re valamilyen módon telekhez jutni. És így sikerült nekem itt Gyöngyös halászon ezt a házhelyet megvenni. Aztán közbe vettem hobbiföldet magamnak, és kezdtem kialakítgatni, építgetni magamnak azt, hogy én ide kötődjek. Én abból indultam ki, hogy mihez értek. Hát értek a tartósításhoz, mert ez végzettségem. És akkor béreltünk helyet, és akkor tartósítottam. Minden éget meg tudtál szólítani, meg tudtál nézni? Az a kérdésem, hogy azt próbáld bejegyülni rendesen, csak vigyázz be, hogy a felső része sokkal laposabb volt. Mert nem vettél a kérdésztel, ugye? Nem legálisan csináltam, meg kell mondjam, mert ez engedélyt kellett volna kérni, és ha kérek engedélyt, nem adják meg, de akkor nem dolgozhatok, de a pénzre csak szükség van, szóval én úgy gondoltam, hogy hallgatólagosan csinálom, és ha ebből valami baj lesz, akkor majd abbahagyom. Amikor leszereltem, magánkereskedelmet kezdeményeztem. Ez a saját tartósító üzem az üzlettel együtt, ugye, és a mezőgazdasági tevékenységgel együtt az anyagi létemet biztosítja. Én letelepettem, mint én úgy gondolom, még a gyerekeim is itt fognak élni. Nem hozom kezdeményeztem, akkor itt egy törölgött a várnak a széleit, ahol csitmában leszeltünk. Majd szóljál, nekem nem mindegy az, hogy Gyöngyös halászon ki a vezető, az milyen kapcsolatban van velünk, vagy az emberekkel, vagy egyáltalán hogy tűri el azt, hogy más vélemény is legyen. Ezek az emberek, ezek nem egy csavargó, iszákos emberek. Ezek mind igenis nagyon fontos munkát végző, komoly emberek. De azt azért nem tűrik, hogy mint becsületes adófizetők, semmilyen beleszólásuk ne legyen, és lekezeljük őket. És ilyen vagyok én is. Amikor megindult ez a harc, ma 84-ben vagy 83-ban, ezek az emberek még akkor mind ott tapsoltak, mind ott voltak, kérem, estéket, késő estéket, sőt, részepalkot szántak rá, hogy így, úgy, de ez nem lehet másként, éjjelé vagy, mert stb. Ezek az emberek mostan, mikor lé vagy kiesett, nem meghátráltak ezek az emberek, mert azok az emberek, akik tapsoltak még valamikor lévai mellett, azok most is ott tapsolnak. De most, akik megindították ezt a fórumot, ezek közül abból az emberekből, akik, illetve azból az emberekből egyetlen egy csicskesz, hogy ez mindegy úgy érzi. Ezt mind Gyula szervezte. Kiemlegeti Kónyát, hát ugye ő volt a faluban mérekkedelő, lévaival szemben. Emlegeti valaki? Emlegeti Kerecsényi Miklós?
Emlegeti Bőszanta? Emlegeti Gyuri? Hegedű Gyurka? Hogy kérem, ezek az emberek voltak, és ezek a bűnösök, ezek voltak a méren keverik. Emlegetik valahol? Hát ezt úgy is elképzelhető, mint ahogy Gyuri, hogy hangsúlyozna ő, hogyha... Én most is azon, de ezt egyébként sem mondom. Hogyha ő Kónyától nem kapna az ukaszt, de hogy hangsúlyozna. A Hegedű Gyula a Kónyától kapja az ukaszt? Ő. Ügyetesebben? Én gondolom. Sokat sokat beszélnek, de... ő biztos, hogy a üveghegyen nem volna neki az öncséges üzlete, hogyha ő belsőleg is olyan ellensége van volna Kónyának, meg Gulancsiknak, ahogy ő mutassa ki ide. Nem. Általában fontos szoktam mondani. Ez a munkából jöttem, mi nem dolgozunk, csak legyek, most nem is jöttem. Ez mindig jelenleg. Egyesek szerint mi vizél az Ez az egész cirkusz, amit csinálnak ez a pár illető. Uh-huh. Hát miért nem szólnak ellene? Hát miért nem szólnak ellene? Szólnak ellene, hiába szólnak. De hát maguk miért nem szólnak ellene? Szólunk. Uh-huh. És csak csinálják tovább. Nem is tudom, maga most tanácstag, nem? Én nem, hogy lennék tanácstag? Hát miért ne lehetne? Hát... Nem vagyok tanácstag, nem is akarok tanácstag lenni, nekem nincs is időm rá arra, hogy én gyűlésekre járjak. Nincs is időm arra, hogy a tanácstagokkal foglalkozzak, a ügyes-bajos dolgaikkal foglalkozzak, tanácstagunkkal. Nagyon meg vagyunk elégedve ott a körzetben. Arról nem tehetünk, hogy a gazdasági helyzet így alakul, hogy kevés a pénz. Kevés pénzből meg nem lehet várat építeni. Meg szeretném tudni, mivel minket törvénytelenül kirekesztettek innen, hogy milyen határozatra jutottatok bent a tanácsülésre, mert ugyanis nekünk nincs tanácsagunk, csak színből, és szeretnék rá kérdést kapni, mivel én egy fő áldozata vagyok. A mi tanácstagunk azért már évek óta fölmondott, mégis ráfért a pofájára bemenni a tanácsülésre. Sajnos, köszönöm az információdat. A tanácsülésnek nyíltnak kell lenni, ezzel ti tisztában vagytok, nem? Nem nyílt volt, addig? Hát, János, nem arról van szó, hogy nem volt nyílt. Itt arról van szó, hogy most, aminek lennie kellett, kirekesztettetek bennünket. Érted? Mert mi hívtuk vissza a tanácselnököt, vagy ti is tettetek kezdeményezést erre, mint tanácstagok? Hát csak ott miért kell kizárni azokat? Na most mi van benne a tanácsnövében? Mondja csak, mert ezt hallani akarom. Hát a tanácsnövében megvan az, hogyha mink személyi vitát döntünk, ahhoz teljesen az nem személyi vita, különbség. De most várjál, akkor valami félretes volt. Hát miért kell személyi vitát dönteni? Itt arról kell dönteni, hogy kitűzzétek az időpontot. Hát kitűzzek, ki van tűz. És ezt miért kell titkosan csinálni? Azért, hogy mennyi itt az idő. Hát ez megint van a demokrácia, és van a világ. Maga a tanács tagnak a visszahívása, ez miért személyügy? Hát azért, mert egy személyről van szó. Ön szerint a tanácstestületnek kötelessége a tanácstörvényt betartani, vagy pedig dönthet a tanácstörvény ellenére is úgy, hogy ők akkor is zárttá teszik a tanács. Nem, mi szeretünk dolgokat betartani, szabályokat. De most nem szabályosan tetszettek betartani, ezt a megyelviselőnek történt. Hát ezt tessenek eldönteni. Most megmondom, hogy mi az, ami engem zavar. Az, hogy pontosan a tanács terve működési szabályzata, amit önök alkottak a tanácstagokkal együtt. Abban benne van, a 12-es oldalon, a második bekezdésben, hogy nyílt, és milyen esetekben lehet zárttá tenni és a tanácsülést. És annak alapján lett most zárt személyes ügyet. Egyébként ne haragudjon, nem tudom, miért foglalkozik velem, hiszen egyedül úgy hiszem, hogy önnek van ellenem kifogása a faluban. Miért? Maga téved? Maga téved? Nem. Igyekezett. Azt nem. Hiszem, nincs nekem semmilyen személy okom nincs erre. Ez csak önnek lehet. Nagyon sajnálom. Én beszélhetek erről? Bárkivel? Bárhol? Erről a visszahívásról? Vagy nekem
ehhez nincs jogom, vagy el kell hallgatnom? Az a kérdés, hogy milyen szándékkal? Hát olyan szándékkal, például az én véleményemet elmondom. Vagy az emberek felizgatása szándékkal, az államigazgatás nyugodt munkakörülményét akarja vele zavarni? Na most ez egy jó kérdés, mert azt akarja zavarni, akkor, ez egy jó kérdés. Akkor igen, megfontolandó, hogy meddig. Na most akkor én erre azt kérdezem, hogy ki dönti el, hogy ez milyen szándékból van? Mert ha a tanácselnök dönti el, és én, a kérdés ő ellene szól, akkor én nem is várhatom, hogy az én irányomban kedvező döntés legyen. És igaz úton akar-e, vagy pedig hátsó szándékkal akarja? Igen, na most ez ki dönti el? Mert ha... Hát ezt nem kell eldönteni, ezt az embernek tudnia kell, hogy milyen a szándék. Na de én azt mondom, hogy nekem jó a szándékom, és az. Na de nem biztos, hogy az. Na de hát azt mondom, hogy ki dönti el ezt? Hogy ezt én ez nem fontos. Fogom eldönteni. Na de ki? A tanácselnöknek kell eldönteni ezt? Neki se kell eldönteni, ezt az állampolgár el tudja dönteni, hogy az ember igazat mond, és milyen szándék. De nem azt döntötte, mert mutatok egy levelet, önni, biztos ismersz a levelet. Ez egyértelműen megneveznek engem is, még két társammal, és ők jogtalanak tartják azt, hogy én erről beszéljek, vagy más, a faluba bárhol is megjelenjek, és erről beszéljek. Ne haragudjon érte, de ebben a dologban nincs igaza. Mert a választás, illetve a visszahívás indítvány eldöntésére vonatkozó szavazás nem ön készíti elő. A választás elnökség készíti elő, ez semmi köze jön értelme. Na de akkor mégis az a kérdésem, hogy érdeklődhet utána, igen, tájékozódott utána, de nem szervezkedhet egy intézmény helyett, egy szerv helyett. Na de hát mi számít szervezkedésnek? Hát ha beszélek róla, azt mondják, hogy szervezkedés. Hát szervezkedés. De ha egyetértenék a tanácselnökkel, akkor én az ő embere volnék. Akkor nyugodtan, hegedűsértes, nyugodtan mondja el mindenkinek. Hát nem volt szó. No, de hát ez a kérdésem. Itt arról van szó, hogy én állampolgár mikor... Ne tájékoztassa félre az állampolgárokat ebben a konkrét kérdésben, nem az ön feladata. Ha kifogása van a választási elnökség, illetve szavazatszerű bizottság munka ellen, akkor ezt a kifogást meg kell tenni. Nem az állampolgárok között kell előre, mielőtt az eset meg se történt, felkorbácsolni a szenvedélyeket fölöslegesen. Itt járkáltunk az Aldi utcában, a többi választóknál is, és mi ahogy tudtuk, hogy Tolnai Né az ön felesége volt tanácstag, és azt is tudtuk, hogy tart kapcsolatot ebbe a választókörbe. Talán önnél volt kint kétszer a Govancsik úr, mert máshol kérdeztük, máshol úgy nyilatkoztak, hogy nem volt. Mi arra gondoltunk, hogy hát ne azért, hogy aláírják, és azt említettük is, hanem azért, hogy csak beszélgessünk, bejöttünk egy ilyen beszélgetése, de azért elmondtuk, hogy mit akarunk, elmondtuk, azt meg is hallgattuk önöket is, hogy mert mint halászi régi emberek, Tolnai Né pláne, benne mint tanástag is sok minden élt, és ami nekünk tetszett is, hozzá kell tenni, ezek a dolgok tetszettek is, és éppen ezért egy olyan szándékkal, hogy tanúságképpen is érdemes elbeszélgetni. A beszélgetések folyamán ugye azt elmondtuk a programunkat, stb. Amit ugye fel is olvastunk, ugye egy olyan ívről volt szó, amit elmondtuk, hogy visszahívási kezdeményezés. Ez a visszahívási kezdeményezés egyértelműen a tanács elnök ellen szól, vele szemben, mert ő a tanácstag. De most Govancsikot a megye járás ide tette, most miért nem áll ki benne? Mert nem Govancsik harcolt azért, hogy ő ide jön. Nem ővek át ide tenni, a megye tette, de meg Gyöngyös a járás. Akkor kiálltak mellette, most nem tudnak kiállni mellette? Most elálltak tőlük. Elálltak tőle. Most, ha jótunk a gyűlésen... De miért? Van ok. Van ok. A megyeitől, mikor itt voltak, ja, azt mondták, hogy Govancsikkal nagyon meg vannak elégedve, mert mindennek pártútján és mindennek elegett ez. És azt mondták a újságírónak is, hogy ezt tessék megírni, ne azt, amit magok beszéltek. Na most Tolnai bácsi, nem hiszem, hogy ilyenről van szó, hogy nem állnak ki mellette, hanem egyszerűen arról van szó, hogy volt egy ilyen visszahívási kezdeményezés, igen, amit alá is tetszett. Erre kellett így lépni. Majd kérdezem már Tolnai bácsi, hogy akkor miért tetszett aláírni? Azért a manám, mert ígérték, hogy majd segélyt kapok, meg elállt, még egy kicsit borsos voltam, aláírtam, de most a gyűlésen megmásítottam a szavam, azon ott tetszett lenni ezzel a gyűlésen maga is? Hogy Govancsik mellett kiállok a végtelenség, mert ő csináltatta a járdát. Nem a járdát, utat. Utat. A járda nincs most sem. A járda van. Csináltatott. Hát elég egy. Sok felé. Bőven elég. Na most hát nem is arról van szó, hogy tisztességes dolognak látja, hogy egy választóközösség, egy falu nem ért egyet valamivel, és mégis kivitelezik. Most ez a kérdésem. Mivel nem értem? Hát azzal, hogy a Govancsik legyen az elnök. Most maga erőszakkal, maga kell lenni elnök, vagy
Mi? Ez egy jó kérdés. Mi kifogása van Gubancsik ellen? Hát az, hogy mi a kifogásom a Gubancsik ellen, azt a korábban is elmondani, most is el tudom mondani. Például, az alapvető kifogásom az, hogy nem Gyöngyös Halászon lakik. Ez még nem volna baj, magában ez nem volna baj. Nem volna baj. A miniszterelnökség mint Budapesti. Igen, ez nem volna baj. Na de, kérem, a tanácstagi üléseket, amit önök nem tudhatnak, úgy tartja meg, hogy alig fele vagy fele sem jelenik meg. Most kérdeztek, hadd mondjam el, és utána elmondom, és utána úgy reagálnak rá, hogy akarnak. Az, hogy nem csak a önök kerületébe, csak a kötelező tájékoztatót sem tartotta meg, a kötelezőt sem, mind a három évben, hanem a többi körzeteket egyáltalán, mint tanácselnök, nem vett részt egyetlen megbeszélésen sem. Ezt egy tanácstestületi vezetőnek kötelessége lett volna. A másik az, hogy nem támogatta a nyilvánosságot. Tudták azt, hogy Gyöngyös Halászon ez az elnöki kérdés nincs megoldva, még vele sem. Mégis elhallgatták, és az olyan erőket, akik mást mondtak, nem értettek egyet velük, azokat visszaszorították valamilyen módszerrel. Ez volt olyan, hogy fenyegetés, volt olyan, hogy a munkát elvették tőle, nem egy kis iparostól, meg az ő módszerüket alkalmazták. Ezzel nem megoldotta a kérdést, hanem még népszerűtlenébbé vált. Na most az elmúlt időszakban viszont a faluba a szint, ugye nem, a fejlődési szint nem kialakult, és nem társadalmi munkát alakultak, és adtunk össze pénzt, vagy végeztünk társadalmi munkákat, hogy haladjon a falu, hanem inkább elléptünk ettől. Visszahúzódtunk, mindenki visszahúzott. A korábbi beszélgetésünkön egyértelműen az volt a végeredmény, hogy megmondta őszintén, hogy kétszer volt magánál Gubancsik. Kétszer, három év alatt mindenképpen kerés. Nálam? Ez egyik. Kétszer. Olyan kérdés, hogy arra ki ne jöjjön. 27-re vagy 57-re, és nem kétszer. De én közben is volt kétszer. Én ezt nem tudom megérteni, hogy mi mondhassák, az, hogy nem jön. Maga mondjam, nem mindegy, én nem láttam, ugye? Nem kell velem egyet. Nem élek magával, hogy Isten nem használ. Kerülj. Nem értek magával egyet. Mi mondták azt, hogy igazi? Elnök erre ment, nem láttad? Mindenki ide most is, nem égítem én magát ide. Ne, én Gubancsiknak meg vagyok elégedve. De én örülök neki, ha meg van elégedve. Nem vagyok magára kívánok. És pontosan még mondani. Ha mindenki így csinálja, hogy ott évenként van a tavaszállók, hogy mert most... Magát nem égítem ide, menjél haza! 1988. március 30-a szerda. Láthatatlan film Gyöngyös Halászról. Hol az igazság mostanában? Hajzer Antalné nemrég a gyöngyösi szerkesztőségben keresett fel. Hosszasan elbeszélgettünk. Elmondta, nemrég volt fenn a központi bizottságon, és ellenőrizte a lévai ügy iratait. Így mondta, ellenőrizte. Lám, Hajzerné az, aki őrködik a politikai élet tisztaságán. Ki is lehetne más? Mi lenne velünk nélküle? Márpedig ő nem akárki. Hogy mennyire nem, ő közölte, most folyamodott a bírósághoz a Priusza törléséért. Ugyanis szeretne külföldre utazni, de mint büntetett előéletű nem kap kilépési engedélyt az ő szavai szerint. A megyei bíróság tárgyalni fogja rágalmazás vétsége miatt G. Molnár Ferenc és Hajzer Antalné ellen indított ügyet. G. Molnár Ferenc, itt van, személyi körülményei Egerben született, anyja neve Nyakó Julianna. Gyöngyösi lakos, 23. február 19-én született. Hajzer Antalné, Borován Ilona, Gyöngyös Halászon született, anyja neve? Molnár Erzsébet. 47. július 13-án igen. Született. Tessék, foglaljanak helyet. Az elsőfokú bíróság indokolásában a következőket állapította meg. Hajzer Antalné magánvádló 1988. április 6. napján feljelentést tett G. Molnár Ferenc ellen. A feljelentés tartalma szerint G. Molnár Ferenc újságíró a Heves megyei Népújságban 1988. március 30. napján megjelent, Hol az igazság mostanában című cikkében Hajzer Antalné személyére vonatkozóan olyan állításokat közölt, ami a személyére vonatkozóan valótlan állítás volt,
illetve egyes körülmények közléséhez a magánvádló nem járult hozzá. Az elsőfokú bíróság 1988. május 13-án tartott személyes meghallgatást ebben az ügyben, ahol G. Molnár Ferenc viszonvádat emelt Hajzer Antal névvel szemben. 1988. áprilisában Hajzer Antalné a Heves megyei Népújság főszerkesztőjéhez küldte a levelet G. Molnár Ferenccel szemben. Ez egy olyan tartalmú levél volt, ami a becsületében sértette az újságírót. Heves megyei lapkiadó vállalat T. Kaposi Levente elvtárs részére Eger. Becses nevem Hajzer Antalné, gyöngyös halász, Kertész út 8 szám alatti lakos. Bejelentéssel élek a Népújság 1988. március 30-án megjelent cikk miatt, hol az igazság mostanában. Mióta Mátyás király meghalt, nincs igazság, de annál több segnyaló és a létrán felfelé törekvő senki, akik a cél érdekében eladnak még egy falut is. Ezt tette G. Molnár Ferenc, aki kinyalhatja a hátsó részem a velem kapcsolatos cikk sorokért cserében. Teljesen eltért a tárgytól, kiemelt három embert, akiket a gyöngyös halásziak jól ismernek, és megpróbált érvelni azon személyekkel. Takarva egy falu gondját, baját csak a saját mocskos múltjáról és azokéről feledkezett meg, akik tönkretették községünket. Nevezett személy jellemtelen egyén, nem egy megbízható egyén, vén talpnyaló. Most a tisztelt talpnyaló túllőtt a célon, rossz partnert választott. Miért nem tolja ki azt a gúnyos pofáját a falu lakosai közé, hallgassa meg a sérelmüket, és azt írja meg a Népújságban, ahhoz nincs mersze. Gyöngyös halász, 1988. április 7-e. Tisztelettel Hajzer Antalné. Hajzer Antalné, álljon föl! Hát tessék, hallotta a végzést és annak indoklását. Ezt a beadványt ön küldte a bírósághoz? Mert melyik beadvány? Mert többet is küldtem. Most ezt, amiről szó van, amiben azt kéri, hogy semmiféle további eljárást nem kíván, ne, annak folytatását is a tárgyaláson a jövőben sem fog megjelenni. Erről a június 30-i beadványról van szó. Igen, a kézzel írott beadvány nálam van, de én azt azért írtam, mert elfogultsággal éltem a gyöngyösi bíróság ellen. Helyesebben magában az ügy menete iránt, azért, mert megindokolom azonban rögtön, mert ebben a beadványomban, amit előterjesztettem, nem ütletem. Arról a nyilatkozatról van csak szó, és mi más nem is tárgyalunk más vonatkozásban, csak azt, hogy ön azt írja, hogy nem kívánja az eljárás további folytatását. A gyöngyösi járás bíróságban. Ez a kérdés. Ezt ön írta, ön adta be a bírósághoz. Igen, én adtam be. Nagyon kérdés. Hát G. Molnár Ferenc, van-e valami előadni valója? Semmi nincs. Ugyan. Hát jó, tessék, egy kicsit fáradjanak ki, mint a bíróság tanácskozik, aztán fogjuk a határozatot hirdetni. De tisztelt bíróság, én adtam be közben egy kérelmet, hogy én elolvást mutattam be, nem tudom, hogy kitárgyalja jelenleg melyik bíró ezt az ügyet, de ő helyében, ha egy bíró olyan ajánlatot tesz, hogy amennyiben engem priuszmentesítenek, akkor is fenntartom G. Molnár Ferenccel szembeni peremet, akkor a tisztelt bíró erre mit válaszol? De kérem, ez már nem tartozik ide, tessék kifáradni. Dehogy is nem, én azért fizettem a bíróságot, hogy az ügyhöz szalmaz. Jó, kérem, hát most el fogjuk bírálni ezt. Jó, az ügyet, ami ránk tartozik. Én kezdettől fogva írni szerettem volna mindig, és már középiskolás koromban itt Egerben elkezdtem ezt a munkát. Engem tulajdonképpen mindig az ember érdekelt. Bármilyen témában, hogy abban a témában az ember milyen viszonylatokban, milyen meggondolásból, milyen céllal, milyen belső indítékkal. Tehát nem tudok más mondani, megint csak az, hogy az ember hogyan él, hogyan viselkedik, hogyan dolgozik. Amit szeretnék egyre inkább megírni, az a szükséges változás hangsúlyozása, amit sajnos nagyon régóta emlegetünk, és sajnos valóságban nagyon keveset teszünk érte. Mit tud tenni ön, hiszen már nyugdíjas? Hát gyakorlatilag én nem vagyok nyugdíjas.
ugyanazt a munkát végzem, mint idáig, csak szerződéses viszonyban vagyok, ugyanúgy dolgozom idáig, ugyanolyan munkaidőben, mint idáig, ugyanolyan feltételek között, és miután, bocsánat, enyém a népújság. Így ugyanazt tudom tenni, amit idáig tettem. Én nem panaszkodhatom, mert furcsa dolog mondani, de sorolhatnám a kitüntetéseimnek a számát, és elég gyakran kaptam. Különböző, ezek közül a legmagasabb a munkaérdemrendben, mert két alkalommal kaptam, meg egy ezüst, meg egy bronz fokozat. Engem bosszant ez az egész Herce utca, mert én, hagyd mondjam ki, szóval szolgálnak egy bizonyos ügyet szent meggyőződéssel, tisztességgel, furcsa ezeket a szavakat így egymás mellé raknom nekem magammal kapcsolatban, de minden álszerénység nélkül. Igyekszem a legmaximálisabban figyelembe venni személyes érzékenységet, stb. És akkor engem citálnak bíróság elé, nem is először, olyan ügyben, amiben tulajdonképpen, ha úgy tetszik, én próbáltam tiszta vizet önteni a pohárba, a részleteket felmutatva, a végkövetkeztetésekhez eljutni, még az emberi érzékenységet is figyelembe véve, és akkor én becsületsértésére állok a bíróság előtt olyan személyvádjával, akit nem tudok minősíteni, mert akkor megint egy becsületsértési felidézhetnék. Tessék felállni. Kihirdetem a másodfokú bíróság végzését a népköztársaság nevében. A Heves megyei bíróság, mint másodfokú bíróság, rágalmazás vétsége G. Molnár Ferenc és társa ellen indított büntetőügyben, a Gyöngyösi Városi Bíróság 88. szeptember 22-én kihirdetett 7BL 138/988/19 számú végzését helyesítja. Az elsőfokú bíróság megszüntető végzése ellen Hajzer Antalné magán, mint magánvádló jelentett be fellebbezést. A fellebbezés alaptalan. A másodfokú bíróság a minden vonatkozásban helyes elsőfokú bírósági végzést, a BE 269 szakasz 4. bekezdése, valamint a BE 259 szakasz 1. bekezdése alapján helyben hagyta. A felmerült költségeket maguk a felek viselik. Kint van a Bernát a megyétől, az úrna már mikor jöttem, le volt ragasztva, 6 óra előtt 6 perccel itt voltam, megnézni szó se lehetett róla, már akkor szavazat volt benne, mondom, hogy kicsoda, senki nem volt itt, késve jött mindenki, én egyedül. De már az úrna akkor bent volt, először kioktattam őket, úgy kezdődött a szavazás, mondom, hogy ki volt első. Pista azt mondja, hogy ő nézte meg az urnát. Most akik jöttek szavazni, azoknak mondtak valamit? Melyik? Az első hatnak, igen, sőt, kocsival haza is szállították őket. Egy pillanat, 90-ban, sziasztok! Hol a faszomban van már? Kocsis László és Kocsis Rászolni, ők voltak az első. Fel, név szerint föl van írva mindenki, aki eddig bent volt. Közben az lett mondva, hogy én ezért felelni fogok, amért itt állok, és ezt merem csinálni. Hát mondtam, nézek a tényekkel szemben, itt páraszol, mondta, sőt, még a köszönésem se fogadta, egyetlen egy vezetősereggel. Titkárni se, és nem ismeri a törvényeket, hiába jött titkárni. Mindegy, ez már. Elég baj. Ezt még végig csinálom, és én végeztem de. A dolgokkal, mert én idegileg úgy ki vagyok, hogy nekem ez volt elég. Ez egy dolog a sok közül, ezzel úgyse oldódik meg, ha így dől el, ha úgy dől el a kérdés. Azon, hogyha tehát ha kihúznál mindenki, és nem nyerne ezen a szavazáson, ez csak meglepő volna.
Beszéltem az este, az egyik állampolgár azt mondja, hogy 7-szer voltak kín az utóbbi 10 napban állva. Miért? Sipos, vizé. Hát ezért röhely. Pongrácz Jutka volt kint, meg a Molnár, mindegy a tanácsi segéd személyesen viszik ki, hát nekem mondta az állampolgár. Ez én tudok erről, de én már Gyula már annyira fáradt vagyok idegilag, hogy már őszintén nem, nekem elég. Így értelmezik a demokráciát. A névei néven futtok, hát legalább futassatok magatokat. Mert a Gyöngyös Halász szakosága kéri. Gyöngyös Halász, téved maga egyedül nem kéri. Maga egyedül nem kéri. Ilyen hülyeséget maga nem mondjam, hogy hát futtassuk magunkat, futtassák maga futtassait magukat. Főleg maga a legnagyobb segnyaló itt az összes között, én kimerem jelenteni. Mit akar itt tenni? Maga mit akar itt ezekkel? Én semmi. Na hát akkor meg... Én semmit nem akarok. Mit csak mit próbál itt a szemembe olyan dolgokat mondani, amivel meghazudtal engemet? Egyszerűen hazudna. Fejezd meg a hülyeségét, meg a segnyalását. Hazudna. Ezt szónak a vége. Nem tudom, hogy miért lettek ilyen nagy ellenségek, de higgy el, Falkovics úr, nekem se a Gubancsik nem adott, se a Lébai. Mégem se adott, egy is se. Ezek az elvtársak... Vegye figyelembe, ne csak a maga érdekét, hanem az egész közérdeket vegye figyelembe. Azt nézem, neked jobb az embereket. Dehogy csak van, én kicsit... Nem lett itt olyan mondva, hogy hát... Ki csak tudja, ki csak napja, aki akar lesznek, a titkár jön, meg a Gubancsik, akik az... eljártak Cseutóékhoz ebédre, és ma nagyon csúnya kijelentésed. Na de csúnya, mert a Gubancsik akkor nem akarunk itt, mint ebből a csoportból senki se tanácselnök lenni, meg senki se akarunk trónra ültetni. Nem, azt akarunk, akit a köz akar, tudja? Aki a falhoz akar. Nem a csoport, ez a csoport a kezdeményed. Csoportul beszélni. Csoportul beszélni. Ne bandázott minket, nem banda vagyunk. Vegye tudomásuk. Ez mi banda? Való közösségi tagja. Van annak hivatalos, várja majd, az a helyzet, amikor ott mutatok először a hegedűssel, akkor azt mondtátok, hogy adjatok be az engedélyt, és akkor kém a csoportra megközkérve. Megközkérve az engedélyt. Beadtátok a valahogy, de nem az engedélyre. Miért? Azt is elmondták, hogy a sport megfogyogták el az egyesülettől, mert engem már kipellengéreztek, de ezeket kell ide belemondani a mikrofonba, hogy a pártagokat hogy védjük, akik lopnak. Aki pedig ezen véletlen büntetagolt, azt így el kell kapolni. Miért kell csinálni itt a parádét? Milyen parádét? Amit ezért csinálnak. Jöjjenek ezért normális programmal, és akkor ezért csinálják a ezért dolgokat. Milyen normális programmal? Ismerem. Hallottam. Nem Gubancsikról hallottam. Nézd, nem tényleg mondani, hogyha nincs megkérdődve valami. Nekem önálló véleménye van. Én úgy látom, magának nem önálló véleménye. Magának hát az a véleménye, ami a vezetőknek a véleménye. Milyen ha igaza van, akkor én is megjárom. Persze, természetesen. Én is azt mondom, hát ki az a hülye? Én vagy maga, gondolom, hogy ennyire gyenge ember vagyok én, hogy ha valaki nekem értem tesz, vagy a faluért tesz, vagy a közösséget tesz, akkor én azt tisztálom. Nézzék, ide figyeljenek, az a lényeg, hogy ebbe a községbe egyszer már legyen már nyugalom. Nem kell itt ezért, itt fölkavarni. Jó, tényleg van. Két. Azért vannak ezek. Akkor ezt elfogadnám, hogy bármelyik. Segítsen ezek. Béla. Nem, halljam a végét. Hát nem bánna néha nem vagy, azért felállíthatlak. Országos. Ha nem vagy velem, gyere. Nem vagyok fel. Gyere, bánna. Nem az. Attól függetlenül, hogy az elméletünk nem egyezik azért. Nem vagyok fel. Emberileg azért. Nem baj az. A 6-os és a 13-as választókerület visszahívás eldöntő szavazást befejeztük. Felkérem a választási elnökség elnökét, vizsgálja meg, hogy az urna sértetlen, bontatlan, és utána fel fogjuk bontani.
64, érvénytelen 7, ellene szavazott 3, és maradjon meg továbbra is tanácstagnak, 54 szavazó szavazott. A 13-asba a leadott szavazatok száma 55, ellene szavazott 2, érvénytelen 4, és maradjon meg továbbra is tanácstagnak, 49 fő. 61 a választó, a száma 55. Leadott szavazat száma. Érvényes szavazat 51. Érvénytelen 4. Visszahívás ellen leadott. Tehát 49. Visszahívás ellen 49. Igen. Visszahívás mellett 2. Igen. Jó. Összeszámoltuk, elkészítjük a jegyzőkönyvet. Ezt átadom a választási elnökségnek, a jegyzőkönyv egyes példáját pedig a községi tanács elnökének át fogom adni. Köszönjük szépen a választási elnökség nevében a közreműködés valamennyi dolgozónak, és akkor még a tanácsházhoz jöjjönnek már fel, jó? Majd ezt már. Mindenkinél, de jöjjön elő szépen, és vegyünk nagyon komolyan a szerkezet. Nos, hát itt van a nagy alkalom, és hogyha az ország, hogy halljuk mindenképpen megújuló, gondolkodásban, lélekben, hát újuljonak meg ezek az emberek, de hát gondolkozzunk is egy kicsit, és azután a gyermekeinket mindenképp küldjük csak szépen arra, itt a szórára. Halasz, kérem szépen, egy 2000 lakosságú község, de igazságos és harcias. És amit tudni kell, azt minden megtud. Szóval leleményes, és úgy veszem észre, hogy a halaszi népni az ész nem hever. Én azt hiszem, itt olyan emberek vannak, akik szóval nem tűrik el, ha igazságtalanság történt, és hát a maguk módján mindenki próbál ellene harcolni. Elhangzott a kérdés, hogy jó volt ez így, jó. Hát voltak dolgok, nem hiszem, hogy így kellene csinálni, de el kellett kezdeni, mert azért a demokráciát érvényesíteni kell, és hát na, nekünk így sikerült. És mit gondol a gyöngyös halásziak, hogy mi lesz a jövő? Én például nem nyilatkoznak ebbe a szempontból. Hogyha előre ugatunk, akkor lelőnek bennünket. Ez zárkózott így. Én magamnál őrzöm meg az ilyen dolgot. Ez a jövő titka.